Ja. Egy év, egy év után itt. Ja, lehet, hogy ingra itt picit. Igen, ne, nektek hm. nem jó, hogy zajunk. Ja. Mit szoktál egyébként így fogyasztani koncert előtt? Whisky cola. Whisky cola? Ez a Jäger, megérkezős Ú. Egy, meg, egy megérkezős Jéger, és utána pedig e, egy fél whisky cola, két, vagyis egy dupla kávé, uh -huh. ez színpad előtt közvetlenül. Tehát a whisky kola az ilyen szopogatós, minkelős íze, és akkor kon a koncert előtt egy olyan 10 perce egy dupla kávé, és az kimegy a végéig. De meg is érzed azonnal, így téged felpörget? Nem, hanem a az a, a, a nem, nem durva, tehát nem, nem speed, hanem, hanem, az van, hogy, hogy, hogy ilyen instant tudok rombad, robbanni fönn a színpadon, tehát föl, dusz, á. Ja. és energia, 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 és a végére pont szépen elfogy. Tehát nem egy drog jellegű dolog, hogy meghűlsz, és akkor nem vagy képbe semmivel, és nem is alkohol, hogy így behűlsz, hanem az van, hogy, hogy így, szépen megtol. Tehát, mint hogyha egy hintát így elindítanának. És a kávé az mégse gyilkos. Tehát ennyire kéne? Teljesen jó. Így jó, így jó. Ha megérkezett a hang. Igen. nyugodtan egyébként így rángasd magaddal, tehát ahogy kényelmes, így nyugodtan. Jó. És otthon ilyen szüregetősbe Ö, otthon én kajamellívós vagyok, tehát uh -huh. hogy, hogy, hogy jó étkezés nekem nem létezik bor nélkül. Uh -huh. Általában fehér borokat szoktam inni, kivéve hevi húsokhoz jó nagy ja, ami, illik, illik. ami Ami nagyjából ami illik. és ö, egyébként főzőcskézés mellé meg rozi fröccs. Tehát, hmm. hogyha főzzük, akkor ilyen pici ott ilyen de, tehát nehogy dehidratálódjak. Persze, ugye, ilyen, a gőzbe ott állsz a melegbe, igen igen, igen, igen. Igen, de az, van az a pillanat, amikor a barátom, amit, amit, amit össze kell húzni a, a, a füvet, és az, 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 az meló, és akkor pálinka. Akkor egy, hozzá egy pálinkát. Most. Valahogy egyébként a, így a, a sátokról így leszoktam teljesen, de hogy néha ilyen random megjön a fejembe, hogy de jó lenne most egy pálinka. És csak az. De a nagyon jó, tudod, hát, a, ja, a mesteremberek pálinkája, persze. ami olyan, hogy izé nem karcol, nem kerítésszaggató, hanem az a, az, az a medicína. Tehát, hogy ez az tisztítés, izé. a tisztítés. Amin érzed, igen, hogy nincs ilyen pince íze a végén. Ja, hát még az sem, hogy csak van az a, van az a szigetes, tudod, az, a, az még már hányás ízó van ja, ívás közben. Tehát... Hát jó, de, igen, mondjuk egyébként a, a jó pálinkát azt meg kell venni magadnak, mert ha elmé... nem úgy, hogy több bemész egy az csak azt mondod, uh -huh. hogy kérek egy pálinkát, általában ugye nem azt kapsz, igen. hanem valamit, amit pálinkának igen. Igen. csúfolnak. Igen, főleg ami az, nem is beszélve fütyösökről. Ja, hát igen, igen, de azokra elméletleg azt hiszem, hogy talán már nincs rá egy pálinka, hanem csak Tényleg? pálinka készít. Mi, mi, kedves. De. Igen. Tudod, a tú, Színes túrós, rudi, vagy tudod, ezek a mindennek van egy változata. Akkor tartom a Szerű valami. Szerű valami. Kaka, kakaós tejtáblat. Tudod, a, rásérják, hogy, hogy... Nugát. <laughs> Akkor nugát. Van egy ilyen tök jó TikTok oldal egyébként a... Hú, ha nem fogom tudni a címét, valami kajakritikus, vagy, vagy Aha. ételkritikus, vagy valami esmi, és kielemez ételeket. Oh. hogy ö, Igen, ugye, hogy... hogy jobban tudj te vásárolni. Egy magyar srác csinálja, és ö, fogja, és mit hogy leveszi ezt, hogy hús a, a polcról, tehát, Igen. így elmegy a boltba, Igen. és amúgy tök poén, a boltba forgatja végig. Nem tudom, hogy ott mondja alá Aha. a szöveget, vagy csak törőd veszi a polcot hogy mert így mozog a kamera. Igen de hogy elkezdi, elkezdi, mondani, hogy, ugye, hogy miből mennyi van benne, mik ezek a kiskapuk, hogyha így fogalmaznak, akkor van-e benne. Tényleg? Hogyha így fogalmaznak, akkor az miért van így? Aha, és, és, én, még tőled, él, él, és még életben van. életben van, nem tudják szerintem egyelőre a tekesek, hogy hol lehet, de, de tök jó, mert tudod, ez a felébreszti egy kicsit benned is, hogy ú, basszus, hogy erre oda se figyeltem. Ez olyan, mint a Igen. kakaós tej. Tehát, hogy, igen. Kakaótábla, vagy kakaóstábla, vagy ezek az apró fogalmazási ügyességek, amiket csinálnak ugye igen. a piacon, és ami rohadt érdekes. Az egyik barátnő mondta, hogy pont most beszélgettem vele, és ő most ugye elvégezett egy egyetemet is ezzel kapcsolatban, ilyen étkezés tudom, vagy mit tudom hogy, hogy vajon miért van az, hogy mondjuk én szuper ki van írva, hogy egészséges kaja, egy kicsi sarokba. Uh -huh. A többi az mi? Hát <laughs> igen. Hát igen. Mi? Meg amikor tudod, nagyon, 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 mikor mondják, hogy biógyümölcs. Igen. Hogy az igen. is olyan ilyen, ah, oh, hogy elszomorodsz, ez a túltenyésztett kutya kategóriája, igen. Az igen. a kategóriája. Igen. Gáz, hogy egyébként így, így nem tudsz rendesen enni. Hát vagy... most, szerintem ez most egy ilyen zsákutca egyébként. Mármint? tehát az emberiség történetében szerintem a, a pont ahhoz a zsákutcához értünk, ahol körülbelül, hogyha nem találjuk ki, hogy hogy lehet uh, magunknak termelni, vagy, vagy uh, ismerőségi körből, vagy a környezetedből beszerezni a kajákat, akkor nagyjából rá fogunk menni. Tehát olyan, olyan szinten mérgező majdnem minden, amilyen processzált kaja, hogy, hogy hogy a gyerekek már minden mentesen születnek, tehát hogy, hogy, hogy laktóz, stb. Ilyen nem volt. Tehát, hogy, hogy mi vajaskenyére nőttünk föl, de semmi bajunk nem volt. A nagymamáméknak még cellulitis se volt. Tehát ez Egy ilyen generáció, generációra. generációra én, zé... én ilyen 30 évesen kaptam meg a laktóz érzékenységet egyébként. És szerintem... A, te, ja, az az hány is éves le... vagy? 35. Na, hogy hogy, 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 te már egy kvázi következő generáció vagy, és, és hát tök fiatal. Tehát, hogy, hogy 35 évesen még nem is kéne, hogy semmire allergiás legyél. És én a... pont ezt akartam Aha. mondani, hogy ilyen allergiák jönnek elő. Igen. Hogy így elkezdtem, hogy a szipogás, amikor a a jó idő, folyik az orrom, be van durva a szemem, és gyerekkoromban agyon se lehetett minket ütni. Tehát borsodi gyerekek vagyunk így bátyámmal együtt, és a koszban, a, nem tudom, a, le se jött jöttünk az utcáról, úgy kellett minket hazazavarni, hogy menjetek már, meg ott voltunk a napon végig, és, és kutyabajunk nem volt soha. Ingen. És így 30 akárhány évesen, tudod, és, az órad, és ez 60 és... mert most a 20 éve, évesek már szegények minden bajukkal, és a, gyerek, a született yeah. gyerekek, meg, meg tényleg már úgy mennek a dokihoz, hogy hogy, hogy óvodába már, már hogyha valakinek van, mert most éppen csak iskolások a gyerekek, és ott, hogy valakinek szülinapja van, akkor kiírják, hogy hogy Tibikének ilyen allergiája, annak olyan, és négyezerféle tortát kell vinni, hogyha a gyerekednek akarsz egy tortát vinni, mert mindenki allergiás, csak hogy ne maradjon ki. Ezek hmm. a gyerekek. Tehát itt, itt, valami, valami be, bele kell mennünk, és, és nem hiába elkezdtünk biotermelni, meg mit tudom én, és akkor elmenni ebbe a... Nem feltétlenül, hogy minden legyen laktóz, meg, meg, meg glukóz, meg minden cukor, meg mindenféle mizémentes, szénhidrátmentes, hanem az a fajta szénhidrát, amit viszont eszünk, vagy az a, az a, fajta tej, vagy az, az állatok is. Tehát, hogy az térje már vissza arra, abba a kerékvágásba, hogy ehető legyen ehető csirke, ehető húsa, mit normális életképes tehénnek az életképes izén nem nagyon oltott, tehát, hogy, és nem nagyon permetezett, és nem génkezelt, tehát hogy, hogy, már nem, nem merek semmihez hozzányúlni, tehát ez kóba vagy bárhol máshol. Vagy bárhol máshol. mert... mert és akkor, lerakódik a bérrendszerünkbe, rendszerünkbe és onnétól kezdve Á, elakad a bélizé, bél most most becsáthatjuk, hogy gyermekbe megyünk, be, mert csak pont ez Nem foglalkozunk. Ez nyugodtan. ez nagyon érdekel egyébként, mert én akkor kezdtem el azzal foglalkozni, <haz> hogy mit teszünk, amikor. E, fogta, és mondtam, hogy tudod, ez a százezeredik uh, lép, százezeredik szer, mint a Budi ellen a -e cigiről, hogy okay. leszoktam már százszor rohadt könnyű leszokni róla, tehát én, én meg ezzel megreformálom, ahogy eszek, Igen. és utána tudod, a, vettem salátának valót, és csináltam egy salátát, Igen. és utána ugyanolyan lefosott voltam, mint amikor bevágtam egy burgertől, és mondtam, hogy itt oké, itt valami nincsen rengén, és akkor kezdtem utána olvasni, hogy, hogy valójában egyébként azzal, hogy mondjuk a ezt a klisét elkezded, hogy hogy Aha. zöldségeket kezdesz -e lenni ahhoz, ja. hogy fogy, ahhoz, hogy egészségesebb legyél. Ez a legnagyobb hülyeség a világon. Nem, ez, ez nem, nem, nem lehet ilyen könnyen elintézni Igen, Olvastam Aha. egyébként, volt egy tök jó cikk róla, hogy, uh -huh. hogy, hogy mivel a zöldség eltarthatósága a leg. hogy mindjárt, hogy a leggyorsabban a, romlik igen. meg, inkább maradjunk ennyi, és hogy ugye abból kell a leggyorsabb ütemben termelni uh -huh. a legtöbbet. Mert ugye húst beraksz a fagyóba, az Igen. egy évig el van. Igen. Gyerekkoromban visszaemlékszem, ettem olyan hurkát, ami egy éve a fagyóban volt. Aha. Meg se fordult a fejünkbe. Szóval ha beteszel, akkor is. Jó, persze, Aha. csak ugye ott, a, ott már a tápanyagellátás valahogy más. Aha. Erre ez nem értek százszerződik? Na mindegy, szóval Aha. nagyon gyorsan. meg lehet is, hogy jó. Igen, nagyon, tehát például egy salátát ha. nem tudsz lefogyasztani. Igen. Vagy érzem. vannak olyan zöldségek, amiket nem tudsz Gyümlöket lefogyasztani. igen. igen vagy gyümölcsöket. És hogy ugye ezt termelik a leggyorsabb ütemben, és ezért van az, hogy egyre silányabb minőségűek a zöldségek. Hát meg, meg, meg azért, mert... Uh, ebbe a, hát eleve van eleve, eleve az a nagyon nagy hülyeség, úgy vendéglőkben nem hol máshol, hogy, hogy másik országokból hogy kontinensekre hozzák a, a, azokat a, a, azokat a, a, a gyümölcsöket, zöldségeket, ami itthon is megteremt. Tehát miért hozunk Dél-Amerikából epret a leg, legtelibe találó Dél-Amerikából exportáljuk az eper. itt is van eperföld, nagymamám ott nőtt föl. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy minek, amíg onnit ideér, zölden indul el, és utána egy bizonyos kemikáliát kell benyomni, hogy itt magához téljen és hogy egyáltalán túlélje az utat. Megérkezik az eper, egy zöld ami tele van nyomva az fölélesztővel, és azt megesszük, és az a szervezetünk hát, része lesz. szerintem ennek nagyon egyszerű a megoldás, szerintem pénz van benne, hogy beszállítják is. valakinek persze, igen. tehát, ab abban, val abban, is van pénz, hogy a világ másik végéről hozod az ebret, uh -huh. meg abból is van pénz, hogy Marininivel felszedet, és ő meg el eladja. Uh -huh. Csak lehet, hogy Marini nem tudja olyan ütembe szedni, mint ahogy mondjuk Dél-Amerikában hát, Nincs akkor a pénz. Hogy... Tehát az kell egy cég, egy hajó, igen, egész, igen, és igen. közben mindenki keres rajta beszélve az állatokról, hogy szerencsétlenek, ha, ha, nem is azt nézzük, hogy, hogy génkezelik őket, mert azt génkezelik őket, és az benne marad a húsba, tehát ott van, meg, meg, eszette is azt a génkezelt cuccot, hanem hogyha spirituálisabban nézzük az állattartást, ami, ami abból, hogy terelgeti a pásztor a nyájat, kinn és boldogan élnek, és a pásztor elmélkedik, vagy éppen rágja a füvet, és a birkák meg boldogan rohangálnak körbe-körbe, és mindenkinek jó. onnet elmentünk oda, hogy, a, hogy, a, hogy mostanában az állatok, az ilyen tenyésztett állatok, azok, azok úgy születnek, hogy, hogy, hogy minden oldalról körül vannak véve ugyanazzal az állatfajtával, és saját maguk alá piszkítanak, és úgy is halnak meg. Ja, és nem, nem. Tehát, hogy csirkéket lehet venni például a vasonő akik életképtelenek, mert 60 ezer csirke közé voltak beszorítva, és, és megveszed őket 600 forintért egy csirkét, aki, akinek már nincs tolla, meg, meg ájul el, hazaviszed, kiteszed az udvarra a csirkék, felborul, nem tud állni a csirke. Nem tudja, hogy hogy, hogy kell kapirgálni mert soha nem volt hozzászoktatva az, hogy kapirgáljon. Hmm. Tehát a többi csirkét néz, hogy te mit csinálsz, és tudod... Jé, mit csinálsz a lábaddal? Uh -huh. És itt, mit a több hét, amíg egyáltalán lábra áll, rájön, hogy tud szépen kapirgálni, füvet enni, soha nem látod még kukoricát, mert tápon volt, és akkor nő vissza a tolla, stb., és egy igazi állat lesz. És mi olyan csirkéket eszünk, akik félelembe születtek, félelembe éltek, és félelembe haltak meg. Tehát az benne van, hogyha spirituálisabban nézzük, az benne van a, a, az a fajta adrenalin, a negatív adrenalin, benne van a húsukban. És uh -huh. mi ez? És csodálkozunk, hogy, hogy, hogy mind, mindenkinek baja van. Tehát mindenki elmebeteg, idegbeteg, mindenki boldogtalan, és, 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 és akkor nem is beszélve arról, hogy ez nem csak átmegy rajtunk, jó, rosszul érzem magam, de de átment rajtam, akkor olyan nagyjából élek, hanem az van, hogy ez olyan olyanfajta szervi problémákat okoz, Először is emésztésben, pont most vagyok egy ilyen elképesztő felfedezésen, hogy hogy nekem gyerekkorom óta vannak problémák az emésztésemben, tehát hogy itt tudtam, hogy begörcsöbb, kórház, stb. ilyesmi, szeretnék utána járni. És egy nagyon érdekes hölgynél jártam, aki poci masszást csinál, tehát a hasmasszást, tehát hogy egyszerűen uh -huh. rásegít a beleknek a, a sarakanyagok ürít, ürítésében. És azt mondja ez a hölgy, ki egy masször hölgy, de ilyen nagyon-nagyon orákulum, tényleg olyan a csajszik hogy, hogy a, a belegben lerakódhat 5 kötőjel 10 kilónyi szé széklet anyag, ami oda van kövesű, tehát olyan, amit nem tudtunk megemészteni, és ez nagyon vékony csatornát hagy arra, hogy a minden más többi áthaladjon. Fájdalmak, stb. ilyesmi. ez is marad? Tehát benned marad. Tehát avval élsz ezzel a lerakódással. Tehát ez a 15, mondjuk 10-15 kilónyit, ez így viszed magadra, és ez nem megy sehová. 5-10, az szépen rakhat elején, csak mint 1 ki egy deka, két deka, öt deka, tíz, de lehet 10 kilónyi anyag, székletanyag, ami a beleidre van, ami bele, 5-6 méter hosszú beleid van, ezek szépen le van, és középen marad egy ekkora picike kis lyuk, ahol egyáltalán keresztül bármi, ami tud, és a maradék, az képzeld el, az a nagyon nagy baj, hogyha nem tud átmenni, meg nem tud felszívódni, felszívódik a vérbe. És most képzeld el, hogy a méreganyagok bekerülnek a véredbe, és onnétól kezdve elmennek a szívedbe, befolyásolja a szíved, és igen, én. És ezért vagyunk elképesztő depressziósak, mert a méreganyag, ami a szervezetedbe jön nem tud kiürülni. A, a, a félelmeteli állatok, a, a, a növényírtóval és tudom, mindenféle módosítóval telett, pucucolt növények, ez ezeknek a méreganyaga nem tud kiürülni, és bekerül az agyadba. Tehát itt kapcsolódik össze a, a halára rémült kistehén, meg a, 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 a zöld eper az Én. agyadba. És akkor csodálkozol, hogy nincs kedved élni, meg nincs kedved másnaphoz, meg meg, meg már a gyerekekkel se tudsz úgy bánni, meg, meg már a szerelem se olyan jó, az világos sem, és akkor, akkor ez még csak a, a, az agyi és akkor jön minden más, ugye, mert az agyadban megszületnek a borzasztó rossz gondolatok, a világról magadról, stb. A, a holnapról, és onnétől kezdve a rossz gondolatok, meg az agy egy irányítő központ, egy negatív, negatív, hogyha nem is, ugye, hogyha jaj, de rosszul érzem magam, és már nincs kedvem szigetre sem menni, ez egy gondolat. Ez nyilván nem úgy befolyásolja a szívedet, hogy a szívednek az, az rossz, hogyha nem akarsz a szigetfesztiválra menni, a szíved egy, 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 egy elektromos impulzust kap meg, hogy a gazdi boldogtal. És mit csinálják? Jobban verek kevésbé verek, Jaj, de jó, ú, én is le. Tehát akkor innétől kezdve az egész szervezetedre ez a negatív eh, energiahálózat lesz jellemző, a, 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 ami pedig oda vezethet, hogy szervi bajok. És akkor jön a, a, az elakadás, az pedig a rák és akkor jönnek a, mit tudom én, a, 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 a ugye a rendszeredbe, az érrendszeredbe jönnek ezek az elakadásunk, tele van méreganyaggal, akkor mit tudom én, szívinfarktus, mit tudom én, a, 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 a győrt, stb. És akkor utána, utána jönnek a szervi problémák mit tudom én, a májat, nem tud tenni azért. Tehát, hogy itt tartunk a társadalommal, hogy gyorsan-gyorsan neveljünk minél több csirkét, minél kisebb helyen, akkor nem, nem kellenek a gazdaságok, akkor minden, mindenki szállítsa a Dél-Amerikából, tudom én, Kínából oda, és akkor ott van, hogy, hogy az emberek esznek, esznek, mert életbe akarnak maradni, de hogy mi, mindennel baj van. És akkor utána már, amikor bekerülsz egy kórházba, stb., akkor már ez egy olyan körforgás, amikor megpróbálják a, a tüneteket, ugye a külső tüneteket gyógyítani, és akkor gyorsan a rákra valamit adnak, uh -huh. beléd nyomnak nagyon durva izé, kemikáliát. Nagyon az, meg aztán tényleg nagyon és akkor vagy életben, maradsz, vagy nem. Tehát, hogy kinyírják az egész testet, meg akár a szervedet, meg ki is veszik utána. Tehát átlövik ebből az izé kemóval, meg mint beléd, meg mint sugár, meg minden, és akkor, hogyha még életképes maradsz, akkor akkor, akkor úgy kapaszkodsz valami után. És akkor ez, ez van az, hogy robbanás, tehát a szakadék szélén van az egész társadalom, hogy tényleg mindenki mindenmentes és beteg lesz. És hát Amerikában tulajdonképpen az elhízás, a, a kóros elhízás az olyan, ami, ami halállal veszélyeztet, az 60 százalék. És hát valami, igen. igen, tehát, hogy több, mint a fele kórosan elhízott, és, 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 és mit tudom én, valami eszméletlen, tehát, hogy lehet, hogy még magasabb az, a, az agyi betegsége, tehát a mentális, a komoly mentális, gyógyszerezett mentális bajoknak a száma. Azt hiszem, egyik átvettük a stafétát, talán igen. a Covid alatt, igen. Hogy, hogy a Európa Európa dagadtabb, mint, mint Amerika, azt hiszem, igen. Eh, olvastam erről is valamit, és nem tudom, hogy így van-e még, uh -huh. de, de, de 20-21-ben -20 átvettük, Uf. és, és elméletekig dagattak vagyunk. Hát még az öngyilkosság, az valami második, akkor vagyunk azt hiszem, Svájc az első. Svájc? Igen, képzeld el a gyönyörű Svájc ott meg, ott meg átlendültek a másik oldal, hogy annyira tütik, annyira izé, annyira, annyira szegregált, annyira eltávoltak mm. egymást az emberek, hogy Itt. mindenki saját kis kényelmébe él. És... Ott, már lehet, hogy a nagyon igen. pici baj is nagyon hatalmas bajnak tűnik. Meg ugye... távolság. Tudod, hogy, hogy van, van, amikor Indiában lehet, hogy egy bodegában élnek öten, hatan, de az még mindig életképesen, mint amikor mindenki egyedül egy kis izé albérletbe, és akkor már megint Nem, a igen. másik oldal. Általában tudod, ahol, ahol tényleg valójában nagyon rossz, ott, ott általában nagyon pici a, az öngyilkosságoknak az aránya. Igen, mert tökre örülnek, hogy élnek egy Hát általában. igen, tehát, hogy a, amikor a nagyon... Tehát igen, ez, ez átváltozik, ez egyik nagyon kicsi jó, és az elég, ahhoz, mm -hmm. hogy a, arra, hogy ah, de jó, hogy valami történik, és amikor ugye minden frankó, és egy nagyon pici szar van, igen. akkor meg inkább lehet az aránykezesz foglalkozni. Tehát ez a csúnyán úgy szoktam mondani, hogy amikor annyira unatkoznak, hogy ez a én is ennek volt egy mondás, amikor hogy a kutya is jó dolgában bolondul meg, uh -huh. hogy ha, te, valószínűleg igen. lehet, hogy ez az, ez az oka. De egyébként én terápiára írnám fel, hogyha nem hallottál még róla, akkor reklámozunk egy egy YouTube csatornát. Van egy ilyen YouTube csatorna, hogy a székelyföld ezer arca, ugye? Hú, valamit igen. hallottam, igen. igen Biztos, hogy feldobta valahol igen, valamelyik social media, mert ilyen kis klippeket vágnak ki. Székelyföldön nagyon idős emberekkel csinálnak interjút, és te jó. mesélnek. Te és mesélnek, te jó. és annyira Aha. jó. Tudod, egy, egy, megnézek egy ilyen videót, ilyen óra körül van, nem Igen. tudom, és utána az, az napom, Igen. vagy a másnapom napom, attól függ, hogy mikor nézem, Igen. egy kicsit olyan tudatosabban vagyok, idézőjelben Aha. boldog, tudod, hogy, hogy szem előtt tartom azt, hogy Nekem ezért jó, meg azért jó, meg azért jó. Mert ugye ezen amúgy nem szoktál elgondolkozni, hogy neked miért jó. Persze. Csak az, Ja, Frankó, az így félreteszed. Nem, hogy miért rossz. Hanem, hogy miért rossz. Jó. És ez marad benned. És a magyar meg egyébként nagyon ilyen. Tehát nagyon ilyen nép vagyunk egyébként, Sőt, mi szerintem, tényleg, hogy, hogy kicsit ez a. Mindig hirtelen eszembe szállták. jutott ez a, ebből, szerintem valaki idézett ebből a, ebből a YouTube ö, ö, podcast sorozatból, és nem is podcastált az egy YouTube videó, hogy ugye Székely bácsikát meginterjúolják. Mm -hmm. És akkor hú, hát, ez, és akkor mi történik önöknél? Hát meséljen erről, hogy amikor itt, itt tényleg 40-50 fok vannak mínuszban, tehát hogy oldják meg ezt a problémát? Tényleg, hogy mit lehet csinálni? Videkezési mechanizmus, stb. És akkor így az a Székely bácsi bajuszát, és azt mondja, hogy hát, bélyengedjük a kutyát. <gül> <gül> De hát hogy érted, az, és így fütú kell élni, és segíteni egymást, érted? Ez, ez, és a igen. Körülöttünk levő lényeket is. Na, ez az élet Tök jó egyébként. Van valami hatalmas ilyen romantikája, hogy így húz engem mindig a, a tanyavilág felé hmm. meg, szóval ez, a, ez a természet közeliség hmm. felé, hogy annyira jó, amikor ilyen nagyon nagyon ilyen együtt élnek azzal, hogy hogy kimegyek, adok az állatnak enni, és akkor tudod utána. Tehát hogy van egy ilyen egészséges körforgás hmm. egyébként, hmm. hogy van egy ilyen íratlan megegyezés az, az állatokkal, meg minden mással, hogy aki most de mit, van ennyi csirkénk, őket most nem nyírjuk ki, mert ők adnak tojást, és akkor tök jó, de egyébként mi gyerekként ilyen állatok közelében nőttünk fel, és ugye... Én is, igen. Tudod, visszatérve ugye a, erre az minden érzékenységre, amire beszéltünk, hogy nekem nagyapám fejte a tehenet, és uh -huh. kétszer átüntötte egy szűrőn, odatta és megittük, uh -huh. és uh -huh. semmi bajunk nem volt. Ugyanez nem is kecsketelje. Igen, Hol nőttél fel egyébként? Hát nagyon érdekes volt, mert én, én a nyolc kerbe születtem. Uh -huh. Tehát én konkrétan a nyolc kerbe, aztán anyukám még nagyon gyorsan elköltöztek, a, vagy én már nagyjából tahiban nőttem föl, tehát olyan egy éves koromban nagypapámiknál voltam nagyon sokat, és utána pedig, amikor megszületett az öcsém, mi leköltöztünk Bugacpusztára. tehát konkrétan egy tanyába, Mi így egy hónapig voltunk ott, aztán elköltöztünk, mert életveszélyes volt, és össze is omlott. Uh -huh. És onnitól kezdve, mint a egy házat, anya, tehát, tehát mindig valami vidék vidéki, mindig valami ilyen természet közeli, Ég. akármi volt utána. Aztán utána a leányfalu, stb. vissza, és, és ugye egyetemen jött nekem, egyetem utolsó évben jött Pest, és utána meg a nagyvilág, tehát akkor meg New York, meg London, meg, meg Madrid, meg a legnagyobb nagy gigavárosok, és, és, Pesten is értem nagyon sokáig albérletekbe, stb., és most jött el így a Covid alatt, Nekem azt mondtam, egyik este kimentem, és így ugye nem nézek híreket, stb., nem nagyon szeretek, még a tévét sem nézek, és és nem tudtam arról, hogy nyolckor mindenkinek haza kell menni és kint találtam magam az utcán, és ez a buli meghagy, gyerekek, mi van? Nem mi? hol vagytok? Tehát mi történik? föl kellett hívnom a haveromat, hogy de figyelj, senki nincs az utcán Pesten, és azt mondja, hogy ne vagy? Neked Igen, így. hogy te mennyi haza te is, és akkor így mondtam, hogy mi ez a baromság emberek, hogy ez hogy történt, és akkor megfogadtam, hogy na jó, ez az, hogy engem ma nyolckor valaki bezárjon, és akkor ott üljek a gyerekekkel, stb. És akkor elkezdtem keresni. És, és ugye én, én a Pilisben voltam, uh, uh, Pilisben Vártam. Hát az is ott tanított a és oda valahogy nagyon-nagyon vissza kívánkoztam. Én szeretem a magaslati levegőt. Igen, ahol... igen. igen, hát úgy, hogy, a, hogy mondjuk, ha egy panelban lakok, akkor legtetején, az onnitok kezdve nem zavar semmi. Tehát én 7-ben, 8-ban, 6-ban laktam, és mindenhol, tehát a, a, ahol én, na, éppen most próbáljuk eladni, a, 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 ahol én értem, az az papíron 7 négyzetméter, 7-es, tehát ennek a stúdiónak a fele. Tehát én ott éltem boldogan Pesten, de fönt volt. Tehát ez tetőtér. Ja, bőven elég. Csigaház. Minden volt ott. WC, zuhanyzó, kis konyha, stb. lehetett aludni. Nagyon pici galéri éppen föl lehetett kúszni. Bőven elég egy embernek. Kettőnek már úgy netsz, de gyerekkel meg nem lehet. Persze. És akkor mindig így visszavágytam, és elkezdtem kutatni a azért vidéket, és akkor, akkor megtaláltam a pilis tetejét. Úgyhogy hmm. most ott vagyunk. De tök jó hangzik mindig. mindig. Istenim. Én is. ja, egyébként ezt kaptam még meg ö, <laughs> öregkoromra, hogy egészség. egészség. hogy tériszonyos lettem ilyen random. Szerintem... Időskor, ezt, ezt, tudtad mondani? Igen, idős a, nem. Látod a nyuszi fület? Azt csináltam. Ah, igen, igen. Nem, idős korom, de, most igen. kezdted az életed. 30. Mm. Most beindult rendesen, az biztos hogy a gyerekekkel. Oh, mit akar... ja, uh, ú, mutatok igen? neked valamit. Na, valami. ezt majd belevágjuk a videóba, mert jó. ezt, ezt muszáj megmutatom. Millió meg egy éve, épp ó, oh, ne, 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 ne. Oh, oké, okay, megvan, mondom a pontos dátumot. Majd rátumot. utána mondjuk uh, van pozitív erről az egészről, igen. amit mondtam az emlékszős Mon stb. Mondom a pozitív volt, mert ez nekem egy rohadt igen, jó emlékem volt egyébként. Amúgy nekünk egy csomó helyen így összefonódott már a, a, az, hogy soha nem találkoztunk még személyesen, igen. de például tömény történelemben én meséltem sztorit, amit, amiben játszottál, hogy te voltál Jó, az anyukája igen. a Dobos C. Józsefnek. Igen, 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 igen. És 2016. augusztus... Te itt állott 20... rendesen? Tehát, hogy te bementél inni? Én, én, azt, én egy forgatásra sem emlékszek. Ja, ja, értem. Arra mm -hmm. emlékszem, hogy a Comedy Centralnak valami külföldi nagy fejével kis kifli, nagy kifli, alszom egy lépcsőfordulóba, mert ő úgy volt vele, hogy ő iszik velem tovább, bár Igen. egy szót nem beszélt magyarul, Igen. de mondta, hogy tök jó hangzik, amit én ott mesélek, Igen. és Igen. elkezdtünk poharazni, amikor én már ugye hülyére ittam magam, és akkor ő még elkezdett inni, és akkor utána így keltettek, hogy Balázs, most vinne haza téged valaki autóval, hogy akkor vihet, és akkor felkeltem, és ott volt mellettem az a faci, és így egy üveggel a kezünkbe így aludtunk, és uh, nyilván örök hmm. barátságot kötöttünk, és bűnös nem találkoztunk soha többet. 2016. augusztus 20. 16, veszem, a, veszem magam oh. meg téged, és. Tudom, augusztus 20. és figyelj, megnyerod a telefonomat majdnem. Hopp. csak így random, és mész is tovább. <laughs> és akkor, akkor voltam koncerteteken először, és ugye nekem a, a, az összes. Munkásságodból akkor még egyedül a, az álmatlan volt meg, mert ugye mm. az, azt játszotta a tévé Igen. hülyére, hála az, éle, az égnek. Mm. Tényleg az álmatlan? Igen. Aha, de Tudod, jó. ez még, a, ez még az a korszak volt, amikor néztek az emberek videók. Igen, igen. Nem csak a wc Pont, a, a pont a azt a három évét megértük az Magyar MTV-nek, hogy ez hogy, kül hogy, hogy Hogy, foglalkozott. volt MTV, és volt benne zene. Voltak, voltak ilyen zenecsatornák, meg így lehetett, lehetett SMS-sel zenét Meg a, a Petőfi Rádiónak a jó korszak. Na, az, az, arról nem tudok, mert akkor, akkor én még cselevész volt, nem hallgattam rádiót. Minden más ugye fontosabb volt. Na, és 2007 8 Ugye megvagy te ott, mint Csellő, Igen. és akkor így be se azonosítottalak, hogy zenekarnév, hmm. meg ilyenek, egyébként borzamos névmemóriában van, tehát, és, és, dá persze. és dátumokat és neveket nem tudok megjegyezni, úgyhogy így zenekarneveket se. Ümm, mindegy. Szóval az így megvolt, és utána kóboroltunk augusztus 20-án, és Igen. akkor van, mondom, zene. De jó, Aha. és akkor tehát menjünk közelebb, mert ugye én zenéből minden vagyok, mindent hmm. meg kell nézni, és akkor jöttél te ott a tömegbe. Mert olyan fura volt, hogy felnéztünk a színpadra, és mondom, oké, okay, hogy valaki énekel, de hol van az az ember, aki <laughs> énekel, és mondta, hogy valami olyan fura, hogy tudod, ott van egy zenekar, ők nyomják, és, és, hol, és elkezdtünk így nézelődni, és akkor így észrevettelek, hogy te egyébként fúlott mászkálsz így a tömegbe. <laughs> kifestett a arca a piros fehér augusztus Ja persze, nem tök jó. De <laughs> Mit utána... festek magamra? De <gül> utána <gül> én elmerültem ugye a, a, ebbe az egészbe, és mindig láttalak valamilyen festéssel. Aha. Meg azóta még jobban elmerültem, mert van, egy, van egy nagy kedvenc álbumom tőled. De csak Na azt melyik? Akartam, melyik, 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 melyik. nekem az indián. Tényleg? Igen. Kezdjük jó. ott, hogy az, nekem font, lehet, itt is vannak lemezek két éve, Igen. és csomó ilyen lemez van, amit csak azért nem vettem meg, mert a borítója nem tetszik, pedig imádom a lemez. Mm. Mert nekünk a bent a házban is uh, van van egy ilyen komplet fal, ahol sokkal több lemez van éve, és uh, hogyha nem tudom, van egy, van egy Hendrix lemez, amit szeretek, mm -hmm. viszont a borítója nem tetszik, akkor nem veszem meg. Hanem oh. akkor csak hallgatom telefonon. Szóval volna hozok neked annyi lemezem van, lemez nincs Ezek ilyen 100 millió éves lemezek egyébként kivéve azokat, amik nagyon fényesek és nagyon szépek. És szóval ez az, az indián, ez egy rohadt jó lemez, és abban ah, el igen. is merültem. És utána most kijött a... Ja, a, Igen, az Agykirály igen. És uh, van egy dal, a játék az egész. Igen. Az, az, az hát, még az előző albumon van, igen. az az indiánon van. Az, az indiánon igen. van, Na, igen. annak elejét, első másodperc, az utolsóig, az, a színarany, az a dal. Jó, az, azt, én imádom. Jaj, de jó. Annak a szövege, az, az egyszerre... Tehát az ilyen engem így instant feldob, és nagyon Igen. kevés ilyen zene van, amikor, Igen. amikor tényleg szar van, és mint indulok valahova, Igen. és hallgatom, akkor, akkor így azonnal hogy ez a világ megváltó érzésem Igen. van. Viszont ugye betettem az agykirály katonát, és Igen. egyébként azért kanyarodtam ide, mert Igen. láttam, hogy annyira szenvedélyesen beszéltél elő az egész, ugye a kajás, ami még a felvétel előtt, amire, amiben így belementünk, Igen. hogy így annak viszont ilyen, van egy ilyen egészen nehéz ilyen hangvétele, tehát azért elég súlyos dalszövegek Igen. vannak, Igen. és hogy hogy kihat rád egyébként az, ami így mostanában történik, így minden szinten, uh -huh. anélkül, hogy nagyon belemennénk, ugye ezt mondtuk, hogy politizál, nem politizálunk. Nem csak, is. hogy ugye COVID, hogy be voltunk zárva, hogy egy kicsit megkaptuk ezt a minden szarérzést, uh -huh. utána, ugye, hogy most mi történik, meg hogy te is hogy éled, meg hogy történik. Uh -huh. Ez hatott erre egyébként? Hogy hát ez pont a COVID három év alatt írodott. Tehát 19-ben 19 még az Indián kijött. Tehát, Aha. hogy pont, tehát a becsapódás előtt, a Covid becsapódás előtt, november valami 26-án, december elején kijött a, az Indiana album, tehát még be is mutattuk a, a nemzetiben, és utána két hónappal később, mint a februárban már be voltunk zárva. Mm. Tehát, hogy tehát hiszen, még kisebb, nem is tudtunk elmenni turnéra az Indiánnal, tehát az fiókban maradt majdnem. És utána egyszer csak otth otthon ültünk, és minden, amit építettünk, és minden, mert éppen akkor voltunk a csúcson. Tehát 18-19-es év volt egy fesztiválunk is, a Hello Gore Fesztivál, ami Woodstock az Uganon Fesztivál volt eredetileg. jó Szópuszta ez jó, én most lesz tíz éves énén a fesztivál. Igen. És lesz idén is? Ö, hát most elmaradt három évig, tavaly egy mini csináltunk, most csak egy ilyen bemutató fázisa lesz, mert áthelyeztük a pülisbe. Mikor, mikor lesz ez? Ö, ez július 23-án, találkozunk Pilis Szántón, a buszvégállomáson, és megmutatom az új helyszínt, ami egy, egy majd nem akarom előni a point, de ez egy eszmecsen gyönyörű ö, ö, helyszín, és ott ott fogunk jövőre robbanni. Tehát ott beindul a fesztivál újra. Uh -huh. é, és most csak úgy oda megyünk, meg egy kicsit énekelgetünk, zenélünk, meg lehet, hogy meditálunk, meg lehet, hogy viszünk valami a minimális kis hangszert, meg van egy ilyen fogadalomtételünk zsíros kenyérrel, és akkor azt ott megüljük, kialakítjuk ott a kis helyünket. É, és igen, ez három évig íródott ez az album, és a legeslegelső szám, amit írtunk, az karanténban volt, és a, ha egyszer ennek vége uh -huh. az, a, az a dal, és akkor abban is úgy, valahogy nagyon pozitívan, tehát úgy gyógyítottuk magunkat, meg a körülöttünk levőket, meg vágyva arra, hogy majd ez valami emberekhez eljut, úgy gyógyítottuk, hogy ilyen nagyon pozitív dolgokat írtunk magunknak először. Ha egyszer ennek vége, én nagyon-nagyon, lesz leked, akkor a szád szétcsókolom, meg hogy megyünk fesztiválra, vagy meg itt erről énekeltünk, uh -huh. hogy jó hogy a lelke És utána, amikor már kifelé láboltunk a Covid-ból, az egész társadalom, akkor meg mertük írni ennek a mélységét. Ami például az ez is ti vagytok, ez is én vagyok. Tehát az, az uf, tehát hogy azért... A, 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 a az az, a, ami lényegében a lomtalintásról szól, ugye? És az volt a címe, a... csak a menedzser azt nem hagyta, hogy ez legyen A... Pedig annyi, az jó. és annyi, nem, a. A, annyira jó, hogy nem hagyta. Tényleg? És ja, jó. Kezdjük az ott, az. ott, hogy nekem most hatalmas visszaigazolás, mm. és ezt, hogy ezt mondjuk, hogy igen, arról szól, a a a én, igen. Így, én így végig hogy egy lomtalintás. Igen. De hogy, hogy, na az is zseniális egyébként. Mo mocsok kemény. Látad, láttad a klipjét? Láttam a klipjét, igen. Azt képzeld hogy kimentünk oda az éles sarokra, és csak vágóképezni akartunk, csak ilyen hóvihar volt. És hát tudom, valami romok vannak, mondták. És, és, és egy fotósra kimentünk vágóképezni. És tudod, így, így majd belénk fagyott az élet, tehát annyira elképesztő. Az, az, az a fajta vihar, amikor megfagysz és uh -huh. És mennyi be a romokba, egy snittet fölveszünk, majd összevágom. És így bementünk, és akkor vettem észre, hogy itt emberek laknak. De várj, ez Hú. az az elhagyatott az. autómosó, ami ott van, amire ki is van írva a festéke, hogy autómosó? Hát ott, ott igazából, ahogy átjössz az alagút alatt, Igen. és akkor ott el lehet kanyarodni, ott egy ilyen kietlen kis gyár. Igen. Gyár. Igen. Az. 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 Igen. Konkrét. látsz, hogy Igen. imádom ezeket a véletleneket. Na. Én, 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 én semmilyen nagyobb ö, dologban megtudom, ez a ú, minden okkal történik, Aha. Nem, nem, nem hiszek egyébként, Aha. de In, innan. Igen. mivel megbeszélték, hogy nem tudok vezetni. Aha. Én busszal járok be, bármi kell nekem. Igen. Tehát az azt jelenti, hogy én naponta kétszerülök buszon, a jóreg 161-esem, az jól. ott viszel. Tényleg. És én konkrétan akkor hallgattalak titeket ne. mindig, amikor ott járunk. Tehát hogy ugye elindítom az albumot, és hallgattam, stb. Tehát minimum legalább egyszer-kétszer elő kellett fordulni az egy ott, pontot. Az ott és illetve. nekem meg sem ismertem azt a helyet. A Képzeld el, hogy megérkeztünk oda, és mondom, menjünk már, ugye belém fagy az élet, menjünk, menjünk, menjünk csináljuk. És elindultam, és vett végig, jött mm -hmm. mögöttem, tehát hárman voltunk ott. És jött mögöttem, és figyelj, olyan volt, mint a jó, most hívjuk jó Istennek bármi. Tehát hogy olyan volt, mint hogyha, ha, 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 egy hatalmas tábbal dolgoztunk volna, és be lett volna világítva az összes ilyen rom, és, és ö, 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 elkezdtem ott táncolni, meg tön, üveget törni, meg menni, meg jönni, és így fölvenni dolgokat a földről. És tudod, hogy betévettünk az egyik ilyen kiégett ö, romba, és uh, gyerekjátékok, hallod? Mackók, kismackók. Tehát ott ott egy kislány élt, Walt Disney plakát azért a hercegnőkről szétégve a falon. Tehát, hogy valaki lakott, uh, a, egy kislány, akinek ott voltak a hercegnős álmai, meg a mackók, meg nyakláncok, meg, meg egy, mit egy Ferrari kép. Tehát, tehát, hogy olyan, hogy, és akkor itt találtam egy ilyen egy ilyen tiszta udvar, rendes ház, hímzést, hallod? Mm. És akkor lenyúltam, és nem hiszem, most egy ki, figyel, kiráz a hideg, hogy lenyúltam, hogy ez mi? A romba, a, 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 tehát egy snit a dzsúvába, és kihúztam egy magyar zászlót. Hmm. Tehát ha valaki oda, oda, ez kellékes, oda megy és bedugatja, akkor nem ilyen az egész. És akkor így kihúztam, hogy itt potyogtak a könnyen meg minden, és akkor így, 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 így az egészben így megfogtam egy, egy nagyon hosszú, fekete, fóliát, amit találtam, és fölkapta a szél, és ott táncoltam. megint egy fekete macska. Elkezdtem ott táncolni, és akkor ilyen emberi ürülékek voltak, mondjuk és ott emberek laknak, élnek. És mentünk kifelé, és figyel, olyan volt, mint egy ilyen, mint egy, mint egy ilyen tarkonvágás, mint a valaki egy lapáttal tarkonvágott volt, és mentünk ki csöndbe egy hárman erről a helyről, és, és képzeld el, hogy jött -e, tolt egy tolókocsit, tudod, olyan tolókocsit, amiben általában ülni szoktak, volt egy néni, egy idős néni, és akkor így ö, ö, abba kapaszkod, és abba jött arra felé, láthatóan oda. És tudod, így, így lefelé néztünk, hogy, hogy, hogy tehát láttuk, hogy jön haza. Tehát, és, így, és így köszöntünk neki, és elkezdtem mondani, hogy művésznő. Imádom a munkásságát, meg hogy a Márti dalát figyelj, még most is mindjárt elkezdek itt bőgni neked, de hogy, hogy valami elképesztő volt. Tehát, hogy az, az, egész klip, és az, az ennyi a klip, hogy kimente, és veszi föl. És utána összevágta ez a zseniális fotós, és ennyi lett a klip, az egész szám. Tehát, hogy úgy megíródott el ez a szám, és hozzá a jó Isten, vagy a természet, vagy Magyarország, vagy ott nem tudom mi. Tehát az éles sarok, meg a néni, meg a macska, meg a nejlom, meg a magyar zászló, hogy megcsinálta a klipet. Tehát, hogy így, így az is remegek, ha rá gondolok, hogy ez ilyen. Menjünk kivágóképezni, képezni, mert a nyolckerbe, ahol írodott a szám, mert a nyolckeres lomtarintásból írtam, mert mentem hárommal a gyerekekkel a kocsiba, és láttam kidobva az, emberi történeteket, sorsokat, és arról írtam még a kocsiba. Majd, hogy várja, várja, Benzsike, várja, Zoika, várja, anya, a telefonban, már megint ír. Jó, hogy egyből leszoktad írni? Hogy De hogy felmondom. persze, vagy hogyha, pirosnál akkor gyorsan beírom. És És várjatok, gyerekek, várja, Tök tök jó. És mi, ilyenkor általában még jön, még jön, és akkor anya leparkol. Anya, mikor megyünk az? Felejtettél már el ilyet? Nem, nem szabad, nem szabad, nem, 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 nem. fölkezd. Fölkezd oh. le. De volt már olyan, hogy, hogy, hogy pirosnál kamion ledudálta az agyamat. A játék az egész, uh -huh. na, tessék, véletlen, a játék az egésznek a, a refrénje az úgy született meg, hogy fönn voltam való Budán, és a pirosnál nem tudtam tovább menni, mert le kellett írnom. Le kellett a refrényt írni, és egy Óriási kamion mögöttem meg akart ölni. És mondtam, hogy nem értek-e el, le kell írnom, mert megvan, megvan a refrén. Ez mely, mely, melyik része volt? Oh. Ö, 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 mond, ö, ki, mond, kinek higgyem el, hogy egyszer minden gonduk elfogy, és ha túl nagy is a tét, csak játék az egész. És ezt le kell írnom, nem tudok tovább menni. És, megjött és potyog, igen, potyog, de a dallammal egy, Potyogtak a könnyeim, és le kellett írni, és tudál, tudál izé, elmegy bennetem, elmegy nekem, ennyi. az össze van, az Az zseniális, igen. az a szám. Igen. Az, a, a, az igen. minden, én nem, 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 nagyon szoktam így elalélni, így feltétlenül így komplett számoktól uh -huh. van, aminek tudod, a dallama tetszik, valaminek Igen. a szövege, Igen. az úgy, úgy, ahogy van a, az, az egész. Az, ját, az a játék, az élet játékáról szól. Abba kellett hagynom a hallgatását egyébként, mert azt csináltam, hogy rányomtam, hogy ö, ripítelje ezt az egy zenét a telefonon folyamatosan, azt az Igen. egy dalt. Igen. Szerintem egyébként én konkrétan... Neked módon... miről szól? Oh. érdekes. Hát öm, nekem miről szól... Wow, de jó kérdés egyébként. Kérsz, mm. ebből még egy kicsit? Nem, nem, mert nem, 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 mert, mert nem akarom keverni a borral. E, e, miről, miről szól? Olyan furán boldogadal <laughs> kezdjük ott, és én olyan furán vagyok általában boldog, mert nekem nagyon sokszor kell magam emlékezhetni arra, hogy egyébként semmi baj nincs. <laughs> Én nagyon-nagyon pici gyerekként, nem, elég nehéz körülmények között nőttünk fel, és nem, nem volt könnyű, a, nem volt játék az élet, nagyon-nagyon mm. sokáig így gyerekként, Se, tehát nekünk a gyerekkorunknak egy nagy része azért így ki volt vágva. Mm. Ezért van ilyen romantikus vonzú, vonzódása egyébként a, a szomorú dalokhoz is, meg, mm. a, meg a kemény szövegű dalokhoz is. És én ezért szeretem például nagyon a, a Négyesatos című mm. dalt is, mert az olyan, olyan pofán vág. Az olyan, igen. E, hogy hallgatod, és akkor tudod, ez amikor így, így, így cringe ez, hogy azt mondod, hogy tudod, és hogy tök jó lesik, meg, 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 olyan, meg olyan jó a szöveg, csak úgy beléd ma, mm -hmm. tudod, egy picit, és úgy, úgy ne, nekem a, 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 a négyes hatos az, az, a, az a dupla espresso, tehát azt <laughs> sokszor szoktam hallgatni, ugye, amikor valamit menni kell elintézni, és ott kell lenni fejbe, vagy stb., akkor tudod, az így felébreszt. De jó. <laughs> és az a dal egyébként a, a, játék az egész, nekem egy kicsit olyan, olyan keserédes az hmm. egész. Úgy emlékeztet arra, hogy egyébként minden frankú, meg uh -huh. van, van, nem szeretem, nem szeretek arra gondolni, tett, hogy oh, van, akinek sokkal rosszabb, mert leszarom. Igen. Tehát, hogy, hogy mindenkinek a saját baja a, a legnagyobb, meg szerintem egyébként, hogyha mindenki a saját bajával foglalkozna, és azt megoldaná, akkor ugye a világ egyszerre szépülne. Uh -huh. Ugye Louis van egy nagyon híres ilyen poénje, vagy... Nem, pont, hogy nem nagyon híres, de szerintem egy nagyon jó poénje ez, hogyha mindenki felmondana az állásában, amit utál, akkor ugye mi a világ egy szebb hely lenne. Nálunk ezt meg szoktuk ünnepelni, mi? amikor valaki felmondja a civil állását, és a koncerten mindig bemondom, hogy ja, ember, igen. Na, hát mi, majd, majd egyszer én is ott fogok tombolni. Gyere, bemondolok. Uh, uh, Na, és hogy, hogy pont olyan, 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 olyan pont egészségesen szomorú egyszerre, mm. meg olyan pont olyan léle, olyan, mindig ilyen lelketőn belém. Mm. Tehát, nem tudom, szerintem zseniális a szövege, tehát a, 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 a ami, mm. amit imádok benne, az, és azt nagyon sokszor éreztem, úgyis az például nagyon szomorú nekem, mm. de mégis nagyon szeretem, amikor elhangzik a dalban, ez a Gyerekként ilyen nagyon visszahúzódó voltam én, és nem, nem nem szóltam soha, nem vettem, nem én voltam a társaság közepén, meg tört semmi, és van a, van a dalszövegrész, ha inkább bodébe hogy szebb legyen a És én nagyon sokszor éreztem így. He -he. És tudod, ez így mindig, mindig ilyenkor nem arra gondolok, hogy hogy az de szar volt, hanem hogy de jó, hogy most nem úgy van. <hül> hogy inkább most bálok a közepére, és inkább hülyét csinálok magamból egy kicsit <hül> csak mások szórakoztatására. Uh, például, például, ilyeneket várt ki belőle. Tehát, olyan, nagyobb százalék, 70 százalékban boldog, 30 százalékban uh -huh. szomorú a dal, de az szerintem egy nagyon jó egyveleg. De jó. Én, az, a, az a típusú ember vagyok, aki egyébként, hogy, egyébként, hogy rohadt jó kedve van, és uh -huh. képes betenni egy ilyen nagyon szomorú dalt, és utána full elbassz a saját <laughs> kedvét, utána így, Bravo. így, így ülsz a buszon, és így, de utána, amikor kapcsolok, akkor átváltak Igen. egy másikra. Te De ezek egyébként, ezek kúrálják ezek a sebeket, egyébként. tehát Persze, nem, ezek nem, ki nem. kimossák az ízét, a, a sebb Pont, pont e ezen gondolkodtam, hogy olyan sok jó el előadót dobtam el, hm. amikor éppen jól éreztem magam, Aha. hogy jaj, most nem akarok szomorulni. Aha. És ugye nektek meg tök jó, mert akár egy albumot hallgatsz, akkor egyszer van egy nagyon kemény, majd van egy nagyon jó. De az álmatlan az örök klasszikus, azt egyébként nagyon sokszor ö, szoktam hallgatni, mert annak például az eleje, ez a figyelj, lenne itt valami, Igen. az annyira jó kezdés, az egy zseniális kezdés, mert ha valaki nem ismert titeket, és mondjuk berakja azt a és akkor az a hogy figyelj, lenne itt valami, akkor így, ó, fel is kapod a fejedbe, hogy na mi? Igen. És akkor ugye elkezdett hallgatni, és az is, egy, az is egy nagyon jó kitekerda, de amúgy a, a négyes-hatos például, meg a, a ugye a játék az egész, a húr, azt nagyon szeretem. Azt képzeld, ez kardos horvát Janó ö, dala, és nagyon-nagyon ritkán, nagyon sokszor találnak meg, hogy írtak számot, írtak szöveget, és általában nem, nem is tudok, meg nem is szeretek mások, da, mások dalait énekelni, csak a Janó leállt, ugye kaukázus volt az ő nagy ja, és leállt a kaukázusra, és utána nagyon sokáig nem is írt zenét. És megmutatta nekem a szóló albumát, amiből sem, nagyon sok számból semmi nem lett. És ebbe a számba olyan szinten beleszerettem. Ez egy olyan elképesztően ilyen spirituális útkeresés, meg élettörténet, ami olyan volt, mintha rólam írodott volna, meg meg annyi emberről. Tehát, hogy ez az, ez az egész e, 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 egész keresünk magunkat az alkoholba, a drogokba, a izékalandokba, a három, a négy D, a spirituális útkeresés, stb., és akkor hogy hogy na most, akkor hol, akkor hol, akkor hol vagy te? Uh -huh. Amit kerestek a bármi is az, amit keres a boldogságot, a megnyugvást, az, e, az egyensúlyt, ezért hol vagy? vagy a szerelem. És akkor, hogy ez, ez egy olyan, tudod, az, az, a, az a régi jó elmegy a, a, a a legkisebb kisfiú világot látni. Ez a sztori mm -hmm. van benne. És akkor, és akkor megy, és sztár, és akkor, akkor hány, akkor megint tovább megy, akkor meg ész, megint falba ütközik, és megint, és majdnem meghal, meg mit tudom én, és ön nem önnyikus, de még tovább, meg és akkor ott, és akkor egyszer csak leborult térd, és azt mondja, hogy, hogy kereslek, de hol vagy. És akkor ez, ez egy nagyon gyönyörű, nagyon, nagyon mély szöveg. És, és elkértem a Janútól, hogy figyelj, ott a hever, ne legyen már ez, hallod? És akkor, és akkor fölénekeltük. Igen. De tök jó egyébként. Imádnál. Nekem az egy kicsit olyan volt, hogy ö, átugrottam mert egy kicsit olyan bugyutának hatott nekem először. nagyon rosszul vettük fel, igazat van! Á! Nem, nem. Egy... Aztán, egy... kellett volna még egy kicsit dolgozni. Nem, nektem. tök jó volt. Ú, mert nem. utána, amikor tudod, kicsit olyan, amikor nem tudom, sok évvel később Igen. egy filmet újra nézel, és Igen. akkor részre észreveszel ilyen apró részleteket és ez nekem olyan volt, hogy, hogy hallgattam, hallgattam. U, am, az am, neki kellett volna am, még tudod, nem jó, jó a hogy elkapott, meghallgattam. persze, szövegizni van benne, nagaszak, mit tudom, mint ilyen kicsit olyan Ilyen jó így abba hagytam, és utána, amikor már harmadjára, negyedjére ja. dobta ugye be a telefon, amikor valami más is csinálsz, és nem figyelsz oda, hogy visszatekerjél az egy darra, amit hallgatsz. <laughs> egyébként erről rohadtul le kéne szoknom, mert tényleg vannak ilyen Milyen? dalok, amit De, kivégzek így. dalokat, tehát hogy van, <laughs> meghallgatom százszor. pont annyi szok kell neked hallgatni. Igen. Ezért utálom egyébként, amikor tudod előadók kiadnak egy ilyen rohadt jó slágert, majd Igen. kiadják az egész albumot. Igen. Tehát ez hogy körülbelül, azt csináljátok, volna, kiadjátok a játék az egész. Igen. Három hónappal az album előtt, igen. akkor én azt a rommász arra hallgatom. Majd kijön az album, igen. akkor az van, hogy van egy jó szám, vagy van egy első track, igen. meg meghallgatom, mondjuk az a második, tudod, és átugrom. <laughs> és utána hallgatom a többit. <laughs> azt addigra megunom. Igen, De utána igen, úgyis igen. visszatérek rá, mert úgyis az lesz a legkedvesebb. Hát szerencsére Itt... van most már üzé volt, ezek a Spotify-hát, az... most a generációs különbségem nagyon érdekes, hogy én amikor Londonban voltam, úgy akkor még meg kellett venni a Hát a kazetták után voltunk még mégis, akkor a CD-ket. És van a Virgin meg a És. Mm. Na. Voltam az utolsóban. Tényleg? Aha, a bezárás előtt szerintem két hónapban voltunk Londonban, és Aha. bementünk CD-ket válogatni, és találtam ilyen kincsekre, egy bifikláról meg ilyenek, és hallottunk róla itthon. Mm -hmm. És vettünk egy ilyen, ilyen stót CD-t, és akkor mondtuk, hogy vissza kéne jönni ide, majd a következő hónapban mert kint egy ilyen négy-öt hónapot egyik cimbarámmal. És akkor mondta a fickó a kaszana, hogy hát ide már nagyon nem fogta tudni, mert uh -huh. hogy így megszűnt ez az egész. Na te pont a végén. Én Aha. az, ez elején voltam ott, amikor virágzott, és bementem London, hogy rohadtul nem volt pénzem, és azzal a gondolattal játszottam, hogy bementem, és, és ahogy voltak olyan műsorok, amikor 15 percet kaptál, hogy, hogy rohangálj egy szupermarketbe, és mindent megvegyél, amit vagy Tied lehetett minden, amit rátetted Igen. a kezed. És én ezzel játszottam, hogyha én egy ilyenbe lehetnék, és itt hova futnék. Tehát, hogy miket vennék le, mik azok a, mik izé, kották, mik azok a, 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 a VHS-ek, ugye még akkor VHS-ek, meg a, izé, a, 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 ugye a, a dvd miket, miket vinnék, mik a CD-ket, stb. És hogy az a vicces, hogy, hogy Manapság, meg ugye az iPhone-on ott van a Spotify, ami minden ott van. Minden. Hát, hogy minden. És hogy, hogy ez minden. ez az én nagy álmomban, amikor mit tudom, 19 évesen kimentem oda, és hogy, hogy bármit levehetek. Bármit. A Beatles összes, minden rajta van. Jó, azért a Prince az most kerül majd rá, amikor. De hogy érted, hogy, 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 Beatles hogy... is aránylag későn Későn, került igen, rá igen, jogok miatt. Igen. Igen, igen. igen, azt is úgy kellett levadászni. De az összes Beatles azért jó, a cd meg van, úgyhogy csak ja. már nincs, mint lejátszani. Um, én, én, engem nagyon elkapott egyébként a, a lemezgyűjtés. Uh -huh. Van valami, Nekem egy ilyen egészséges 50-50 százalék, -50 hogy imádom a technikát, imádom azt, hogy mit tudom én, van neki ilyen. Te Telefonnal irányítom a fényeket a házba, hogy Igen. Mi, éppen milyen kedved van, meg mitől ilyen, ilyen baromságok. Ezeket imádom. Meg imádom, hogy most úgy tudunk egymással beszélgetni, hogy majd utána feltölljük valahogy, az, az nézni meg, aki akarja. Igen. Tehát ez is egy, egy, egy hát zseniális meg Ezek domb. a mocsivek, Airpodok. -ok? Igen, a vezeték nélküli fülhallgató az hát, igen. a legnagyobb találmány. Akkor a királyság. Lehet úgy sengen. táncolni, hogy ott van a telefonod, és akkor izé latin táncol, igen. Lehet, hogy a kertbe tudok izéta. Simán el tudsz és, távolodni. És hallgatok bármit. Ez, imádom. ez Meg az, hogy nem törik meg az a rohadt kábel. Igen, igen, igen. Meg nem meg, cseri meg cseri volt elég. ez a régi, tört, hogy hallgatod a zenét, és akkor itt ez a Igen, Most szóltál, és akkor így fogtad, így összegyűrve a kábel. Hova tegyed a izé végét, mert tekeredik, meg hova tegyed le, meg mit lelóg. E, egyszer egy ilyen fiatalabb társaságban voltam, és hogy kérdezték, hogy mennyi tetkom van, és akkor mondtam, hogy van a mákosomon is, meg itt, itt végig, Igen. és akkor úgy van, hogy van középen egy kazetta, Aha. és a kazettából kijön a szalag, ami formál egy violin kulcsot, De jó. és akkor így visszamegy. És akkor mondtam, hogy mondom, majd egy, egy, dolog még hiányzik, még egy ceruzát így a kazetta mellé kell Azaz. tenni. Fergetted? Ugye, hogy leesett ebből? Na, nekik egyiknek sem. De jó van, hát honnét, tehát azt se tudják, mi az és akkor mondtak, hogy... Uh, jó, Na most mert... mondjuk el a podcast hallgatóinak, hogy mit mert kell csinálni. A... Ugye, van a, van a kazetta, kide... van rajta két lyuk. Vaj, Kezdjük ott, hogy van egy walkman -ed. <laughs> Igen, walkman. Na, nagyon fontos, van egy walkman és ugye ahhoz, Ekkora. hogy nem merítsd le az, az elemet, Igen. csak zenehallgatás. nem visszatekertetted vele, hanem szépen kivetted, belenyomtad a ceruzát, ugye a kis fogak megfogták, Igen. és elkezdted pörgetni, a és azzal tekerted vissza. Mennyi, így van. Ennyi. És mi még ilyen izé vettünk föl, ilyen data, data szépre vettük föl a stúdióba is a dolgokat. Ott nincs olyan, hogy izé, széni aditálod. Ott fölveszed kétszer a csát? Um, nagy összeborulásunk volt Big Daddy Lacával egyszer egy backstage-be. Mm. Uh, elárultam neki, hogy ez a legelső dolog, amit valaha internetről letöltöttünk. Körülbelül másfél órába került, és mind el voltunk picsázva a bátyámmal, mm. mert én illegális internet, ugye a telefon a vonalas telefonunkra számlázott, mint az állat, a, néhány jó dolog volt a Kártertől. <laughs> <Azt>, az, <és gül> Tényleg? Full instant leszett. Hát még rá. képzeld el, hogy a Bartok Rádiónak volt egy ilyen éjszakai műsor a Kedd esténként, de olyan, hogy mit tudom, hajnal fél kettőtől leadták, amikor mi általános iskolások voltunk, a Cure a zenekar, The Cure összesett. És képzeld el, hogy milyen ilyen dupla... De ez mikor volt? Hát figyelj, ö, ö, Hú, várjál! Én voltam mondjuk ó, 15 éves, az 45 éve volt. 45 igen. éve... 15 éves? 72-ből és... 72 születtem, tehát 15 éves voltam, akkor az 88. És a Cure meg 70... Mit mondtam? 88. A 88, a nyolcán a nyolcán nyolc. Nyolc. Van, van, akkor igen. születtem én. Igen. Hű. És a Cure meg 70... Valamennyitől aktív. Hú, Tehát azért az, 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 az a q összes leadni, az rohadt hosszú lehetett, mert így hát, valamennyi, ugye a fra, nem a mi, az a Friday Amin Love, meg uh, van egy, van egy uh, még egy, aminek nem fog jutni a címe, a, a Spider-Man. 72-3 körül mind. lehet. Most Aha. nem, valaki biztos meg fogunk minket kövezni online, kommentálni. Nem merek ebbe De valahol 70-70 valamennyitől ők aktívak egyébként. Igen, ők, 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 ők akkor már egy jó nagy diszkográfiával rendelkeztek, uh -huh. és másnap nekünk Súli volt az öcsém még, még járt, én meg már gimibe, és fönnmaradtunk hajnal fél kettők, és fölvettük kazettára, és én még csináltam neki ilyen layoutot is, ami annyiból állt, hogy fekete pólóimat szétvágtam, és ráragasztottam, hogy kiúros legyen, uh -huh. és meg volt az egész diszkográfia kazettán, az összes kiúr. És emlékszem, másnap úgy borultam, mentünk súlyba, hogy már azt látok, láttuk, hogy, 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 hogy mi van, de meg volt az összes kiúr hogy az milyen, hogy így megszerezni valamit, hogy igen. így meg... És most meg, most meg, amikor még torrenteztünk, akkor ugye az volt, hogy töltsem le az összes ledzepelint, az összes észítés, és akkor megvan a beat, az összes, tudod, és akkor az volt, hogy nem hiszem el, hogy rányomsz, és a haveromnak volt torrent, és, 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 szóval, megvan, és ott igen. van, és hát Igen. és bármik és akkor első, elsők még ezekkel, amikor, nem is tudom, mi volt, Jézusom, amikor tudod, így középen volt egy kör, az is az Apple-nek volt. Um, a, iPod. iPod. Az iPod volt. iPod igen, volt, igen, és igen, akkor igen, nem igen. tudom, egy fél terány, nem tudom, mekkora íze volt. Egy giga, egy giga volt, bocsánat. Hát, azok, az, azok ilyen elég nagyba kijöttek, igen. az 60-valahány gigás is volt, nem, nem, mert, mert ugye rohadt nagy volt. Tényleg, 60. És akkor arra rá lehetett teszteni, hát akkor is. Most meg a Spotin, ott a minden. Hát ilyet? Ez, ez egy gyönyörű. Igen. Imádom szóval, én, én a streaminget. Tehát mi baj van a világgal? Semmi. De egyébként, ja is a kettő egyvelege, Balázska válogat lemezt. Igen. Pörgeti, valamit nem ismer, akkor gyorsan meghallgatja a spotify mm. hogy jó, és megveszi. Hát, rengeteg lemezem van így egyébként, ilyen, ilyen komplet előadókra találtam így rá. Bördi például az egy ilyen. Megvan persze. Igen, na persze. neki van egy album, egy ilyen nagyon country az Aha. egész, és imádom a countryt is. Úgy. De a, a John, John Morland. Hogyha nem ismered, Igen. Akkor, akkor kérlek merülj ebben. Szóval. Zseniális. Egy, ja. egy, egy, egy hatalmas pacák azon az ajtón nem fértem, ne, hey. nagyon el van hízva, nagyon ülve koncertezik, csak is kizárólag. És ő mi, mi, mit játszik? Ő, ő country, country egy gitárra, ő, ő, egyébként heavy metal zenét akart játszani világ hmm. életében, meg abban is volt benne. Kicsit, mint az a... epi. <laughs> a... <laughs> igen. És a nagyapja tanította igen. ugye gitározni, és viszont uh -huh. a nagyapja meg ugye a klasszikus igen. ugye country, ugye amerikai fickót, volt, és akkor ő megtanította neki ugye ezeket is, hogy ugye hogyan kell countryt játszani, és akkor utána abban érvényesült, és abban lett sikeres. Valamit akartam neked mondani. Mi az, amire hat rád egyébként így zeneileg? Amire azt mondod, hogy, hogy én akkor nagy mindenevő voltam, tehát, hogy még klasszikus zenében nőttünk föl, tehát nálunk klasszikus bakelit szólt uh -huh. egy tehát, hogy, hogy, hogy Wagner-től elkezdve mindent. Tehát, hát ami elérhető api... volt. Hát nem, mert a, 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 a most alapukám, aki a pásztor, a tesvő, meg az édesapja, ő, ő, klasszikus zenét hallgatott, tehát neki hatalmas gyűjteménye van, a legjobb, a legjobb, a legjobb karmesterek, stb., és azt szólt otthon, Mozart, Wagner, stb., Beethoven, tehát nagyon-nagyon jó alapany, tehát, hogy táptalaj volt ez a zenének. Uh -huh. Az első kazetta, amit kaptunk, az, az Bob Merlin nek volt, anyukám kapott egy ilyet, Bob Merlin-nek volt, Bob Merlin and the -nek volt a, az, nem, meg, meg nem tudnám mondani, a best of gyűjteménye, és azt hallgattuk a piros vokmenen a cseresznyefán rommát, tudod, azokon a fülhallgatókon azon a szét megy minden rajta, tudod. fém. Fém, fém, és akkor lejön róla a, a szívat, <laughs> és azt, azt, román hallgattuk, és akkor utána, utána beleugrattunk a popba, akkor, mint a nyolcadikos voltam, akkor mindent hallgattunk. És megvettük nagy nehezen egy bravo újságot, az akkor még volt ez a Bravo magazin, azt szerintem, hogy előtted volt jóval. És szét, Nem, em, igen, emlékszek nem, rá, mérszem. de azt, azt én sose vettem, igen. Egyet azt, megvettünk. Azt a lányok olvasták csak, is, azt nem... Azt nem hát nem igen, már a következő generáció már csaj, csajos volt, és akkor ki Billy Idol kötől kezdve Madonnát mindent izé, aha, meg mindent kiplakátot, hogy mi zene rajongók vagyunk, ez lesz az irányultság. És jóval előtte még volt egy olyan ö, incidens, hogy kaptunk két Cremona típusú gitárt, 600 forint volt per darab, de várj, az, ugye ez csalóka lesz, mert az rohadt sok pénz akkor, akkor nem volt. Akkor, az Akkor, se volt túl sok pénz, de hangszerhez képest olcsó volt, és, és kaptunk kettőt, te? igen. És akkor uh, én azt, uh, én azt, uh, hát abuzáltam, mert hogy én, a dal szerzésre használtam, tehát a, a párakodros azért, de a tudásommal, és, uh, 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 tehát én reszelek rajta, és akkor írom a dalt. Az öcsi meg játszik rajta. Uh -huh. De ez tök jó volt ez a kommunikáció, mert én meg tudtam neki mondani, mutatni a dalt, mind a mai napig, tudod, ilyen rettenetes dündüdündüdüdü, dün, dün, és, és ő megcsinál belőle, ugye szépen megzenésítés után utána a zenekarhoz kerül. Tehát uh -huh. ugye ez volt az első, hogy kaptunk hangszert, eh, és akkor egy káziót, ez a szinti, ez az Ekkora kis szintje, amit igen. be lehetett próbálkozni gombokon, és, és utána jött ez ez a. Hát, és mind végig klasszikus, aztán jött a pop, és nagyon gyorsan át, azt az, az év volt a pop, és utána rögtön, rögtön az alterba. Hát először volt a punk, tehát mit tudom én, Dead Kennedy meg mit tudom én, és a fekete lyuk, stb. ezen át kellett menni, és ugyan, a, ugye outfit is ez, tehát azonnal leborult találtam a fejemet, üzei, befestettem zöldre, mentünk a hajmeresztő szalomba, azonnal igazgatóhoz, akkor kendőbe kellett járnunk, stb. Szóval cizma, és akkor a pánknak a minden kelléke rajta. Volt uh -huh. meg fekete, junk, meg úgy tudom, meg mentünk még a pecsába, és, és akkor utána, utána jött az, hogy én, én gimi után kimentem külföldre, és akkor rögtön a hip-hopba torkoltam. Uh -huh. Igen, és azon, azonnal, mert olyan helyeken laktam, ahol fekák laktak. Aha. Tehát én, én, én akkor rögtön belekerültem abba a fajta gettóba, ahol, ahol üvöltött a, az, az a szó. Igaz, igazi hip-hop, meg a, az ami még keverve volt, igen, a blúzas régebbi. Igen, így. meg a haverjaim mind énekesek akartak lenni, és a szomszéd szobába vonyítottak, ez az az, 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 az az örökre megutáltam a hajlításokat. Az, az, az a négy szólam, az, nem lehet amalvajni. És akkor voltak nyilván a trepperek, és, és én, én már akkor jó, egész jól írtam valami miatt dalsz a és akkor mondták a kis szők, csaj, meg minden, és akkor te nem tudsz énekelni, nem tudok énekelni, és reppelni, nem tudok mit tudsz, én, én, viszont tudok de a szöveget. És megmutattam meg, angolul írtam meg egy dalszöveget, és én voltam, hogy Jézus, tudod, oh, tudsz da a szöveget. De, de várj, azt mondták, hogy nem tudsz énekelni? Nem, nem, én mondtam, hogy én nem éneklek, hagyjál már, akkor még semmilyen énekelés. Na, mikor jöttél én én el, el, tudsz énekelni? nagyon sokkal később. Nagyon sokkal később, és ez egy ilyen nagy, nagy pszichés folyamat eredménye volt, hogy kimertem nyitni a torkomat. Valami miatt nekem volt egy ilyen zárásom. Uh -huh. És akkor ők mondták, hogy te figyelj, annyi szöveget írsz, hogy miért nem, miért nem És uh -huh. akkor mondtam, hogy de nem tudok, nem értek hozzá. És akkor mondták, próbáld meg. Ezek rímelnek meg, ez szótak szám, jó, akkor megtanítunk. És akkor ilyen, na, mondták, hogy nagyon cuki vagyok, mert inkább ilyen felolvasó es lett, ilyen trubadúr szerű ja. volt. A kicsit, mint az álmatlan. Tudod, hogy, hogy figyelj, lenne itt valami a gondolatokat, lehetne hallani, nem is kéne szerelmet hallani, más, ez azért nem egy klasszikus rap. Nem, de tehát most te is egy... butítottad azért. Az igen, tehát ez egy elbeszélő jellegű. Igen, igen, de annak olyannak is kell lenni. Igen, igen, igen ez, tehát hogy ez, ebből de péld, jövök. De például van a, az indiánon a... Hadd lássam a kezeket. Köszönöm szépen, na, ugy, a, ugy, a úgy, hogy mennyire szar vagyok cím Nem, 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 Szíves látod, úgy. érzem, hogy mindegy. Igen, 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 na hadd lássam a kezeket, igen. az egy írtózatos rap. Igen. És az így végig, dü -dü, dü -dü, dü -dü, dü -dü, jön végig ha, szépen. Megérkeztem egy idő után. Az például nagyon jó. Na, és a kettő között volt egy ilyen. Igen, és akkor elkezdte a Cuki Szőkecsaj elkezdett rappeket írni, és akkor kikerültem előbb-utóbb New Yorkba, és ott, ott kortárs, mert én nagyon szerettem volna táncos lenni, ez minden mellett, mellett én táncot tanultam. Táncos agartam. Igen, igen. De nagyon, nagyon élve. én nagyon örök mozgó voltam, tehát engem lelőni nem lehetett. És akkor amellett, hogy jól tudtam írni, nagyon izgatott volna a zene, csak olyan távoli volt, mert az öcsém tudta a zenét, én szöveget írtam, meg verset írtam, meg mit tudom én. Csak engem a mozgás nagyon izgatott. Uh -huh. És a tánc az meg minden, az, az, az önkifejezés, az művészet a tested, tudod, zenére. Ó, minden ott volt, és akkor én, 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 elkezdtem táncolni még Londonba, aztán utána kikerültem Amerikába, mert ott volt az a nagyon nagy iskola, ahol járni akartam. Ez egy kortás főiskola volt, jártam mellette hiphopra is, meg mit tudom mindenre, és, és közben írtam a kis repjeimet. És képzeld el, ott volt egy olyan történés, hogy, hogy a, abba a bárba, azt hiszem, Pff, nem, bar 9 vagy nem is tudom, minek hívtak, hogy abba az utcába volt, ami egy sarokra volt, egy nagyon nagy stúdiótól, és oda jártak producerek, meg zenészek inni. És én ott felszolgáltam a bárba. És egyik este, mert kérdezte tőlem a tulaj, egy, egy ilyen olasz tulaj volt, amikor fölvett, hogy is akkor mi a hobbit? és akkor mondtam, hogy reppelni szeretek, és röhögött, de ilyen telettörög, volt, ott volt a két szoffa, mm. tudod, egy kis szőke, izé, magyar lány az Igen, fejl, izé, szőke csaj, és hogy izé, oda kértok, ez reppelni nagyon, fölveszlek. És akkor ezt e Stevennek hívták, és, akkor egyszer Steven rá, zárás után mondta, hogy figyelj, gyere már kicsit vissza, még már kabátba voltam. És mondja, hogy itt vannak a bácsik, hogy ezeknek nyomja már egy kis reppet, és röhögött és úgy felszívtam magam, mert nyilván nem tudta, hogy tudok-e vagy nem, uh -huh. és ők így tud, jó, mert magyar, mert tudod, a magyar mentalitás, hogy anyátok Persze. azért figyelj, igen, igen. Már, és tudod, levettem kabátom, egy nagyon alacsony kis asztal volt, fölálltam, és ott ilyen fekákot ültek körbe. És akkor sose felejtem, ez volt egy ilyen repem, amit ott elnyomtam, az a ö... You got to be the best to beat the rest to impress the press. So yes, and guess That's what you have to mess just to be the guest in this great big band music business. És akkor ezt nyomtam, teljes izé átélése. És akkor végén tökre megtapsoltak, és mondták, üljek már le beszélgetni. És mondták, hogy ez komolyan gondolom el, meg ütöm, mondtam, már most inkább táncos, de komolyan gondolom, mert hogy ők, ők producerek, nem jó, ezek is meg akarnak tudni, és akkor Nem mondom, jó, majd beszélgettünk róla. És akkor mondta, hogy, hogy hogy az ő neve, majd nézek utána, Jerry the Bass, és, és hogy most éppen uh, dolgoznak a, a, Whitney Houstonnal. Mm. Azt mondom, hogy jó van, jó persze. És akkor mondta, hogy igen, van ez a My Love is Your Love című szám, jó. Gondoltam, hogy mindenki pofázik a New york mindenki művész, meg megfejtő, meg minden, és akkor mondták, hogy van, egy, mondtam, hogy fehérek nem szoktak rappelni, és mondták, hogy ez nem igaz, mert van most egy nagyon tehetséges kis csávú, és hogy fehér, és semmi nem, neki és hogy ők is dolgoznak vele. Nem tudom, hogy jó. Mm. És nem sokára tönkre ment a tér, nem? Hazamentem aznap, megnéztem a Fuji's CD-t, és a Jerry Debris a producer. Mm. És megnéztem a hőzét, a csávónak a fejét, és az volt. És az így felhívtam az öcsémet, hogy figyelj, nem hiszed el, kinek repeltem a Fuji's bizé producerének és utána haza kellett jönnöm, a térdem, és utána képzett, hazajöttem Magyarországra, és akkor a Whitney Houston, My Love is Yola, My Love is, your love, my love, is, your love, is your love és utána az ember berobbant. ez Ezt nem hiszem elő, hogy ott voltam hogy ez ezek a csávok megkérdezték, hogy komolyan nem veszem el, és hogy akarok-e ezzel foglalkozni, és ott, áh, és nekem tökre a térdem, az a és a táncot is elveszettem meg mindent, és akkor, ó, na az volt az, az, az sass, sötét, sötét, sötét középkor volt a lelkemnek. És hogy jöttél ebből ki? Hát bementem a szobába, azt nem jöttem ki, azt anyám hozta a kaját ennyi. Ez, nem, volt, nem belőle ki. Aha. Hát ez egy hónapig volt, és valaki fölhívott utána egy DJ Majorkáról, mert uh, én Majorkán táncoltam, hogy legyen pénzem, hogy kimenjek tanulni New Yorkba, Aha. és fölhívott a DJ szemi nevű csávó, aki egy félig arab, félig német uh, kis, 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 növésű csávó volt, egy DJ, és ilyen nagyon kommersz, nagyon bugyuta számokat írt uh, félig, félig angolul, félig ö, 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 spanyolul. És uh -huh. uh, biztos, hogy ismered a Bailando, Bailando. Igen. Ennek volt a megalkotója. És a The Luna, vagy a Luna volt a, ugye az ő kis üdvöskéje, a csajszia, aki Bailando, Bailando, amigos, az ezt tudta énekelni. <gül> és, <gül> Bátya is bólogat erős. Megvan, nem? Igen, az, igen. E, még azóta is létezik a csaj, mert múltkor rákerestem. Yeah, igen. igen? persze, persze, hatalmas kannákkal azóta és érdemes megnézni. szerintem 55 éves, és még mindig kis szoknyába coffal, ez egy bajlandót, meg a minden. T Tök jó. Hát tiszteljük egymást a hóbortját. És, és akkor ez a csávó fölhívott, mi van veled, mondom, meg akarok halni. És mondta, hogy hallotta, hogy táncolok. Mondom, igen, hát sajnos a kortárs balettnek vége lett, a Amerikában haza kellett jönni, és hogy, hogy ő tudta, hogy elég jól írok. És mondta, hogy, Neki van ez a produkciója, és ők a világ, a Európa szerte utaznak, sőt, néha ez a világ másik végében, nem, nincs a kedvem táncolni, meg szöveget írni. Ha mondom, de küldjed a jegyet. És küldte. Uh -huh. Ja. És akkor Anna is kiszoknya, meg lehet, hogyha szeretnél le le lealázni, meg tudod találni azért a bajlandó bajlandó klipet, ahol én kis a két szófalott izé nyomom a koreográfiát. Ez, szó... ez, de rá. El... Nyugodtan, nagyon vicces. <há> és kiátszik a seggemisége, van olyan izé szoknyákban voltak. Egyébként jó seggem volt, úgyhogy nem bánom, hogy ebben is a A bajlandóban nem vagyok benne, hanem van egy másik, a Arriba i Dentro, Na, ott ott vagyok, igen, ott ott, ami kék szúzba nyomom. Ez, 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 nagyon vicces volt, és ezután a mélyrepülés után így jó volt felszabadulni, és tényleg figyelj, öt csillagos hotelekbe kaviár, két-három hmm. két évig nyomtam, tök jó kerestem, és aztán kiégtem. Tehát, hogy így ezekben az ez utazás, ezzel, ezzel a gagyisággal, meg minden, ez nagyon vicces volt, csak utána mondtam, hogy jó, akkor valami, pff, valami más, és akkor jött az, hogy menjek már el egyetemre, uh -huh. és akkor végre elmentem a bölcsészkarra, hogy ott megtanulok majd gondolkozni, meg írni, mert úgyis angolul írtam, hogy majd a nagy öregektől megtanulom, az annyira nem jött be, mert na, sok mindent nem tanultam, inkább összezavarták az olyan, de, de nem, nem volt káros, és, és mellette pedig a, a gornagy színítanod tanoda, így egymással. Párhuzam, meg két zenekar, a Balkán fanatik, az Annen a hmm. Ez így ment, ez a négy szál. És akkor az lefoglalt. Az itt a Baylandonál, hmm. biztos benne volt az is, nem, hogy a jó, hogy jó volt a pénz, meg izgalmas volt, de nem volt a tiéd ez az egész, nem? Hát az, az kihúzott abból a gödörből, mert tudod én... Nem, én... Nem, volt a, nem, volt, te az, de amit tűz, ez, ez kicsoda, érted? Az nem, kicsoda. Nem, de biztos vagyok benne, hogy vannak ilyen emberek, Igen. akik, akik úgy születnek, hogy én most hát, hátértáncos akarok lenni, és nekem az elég, mert... Há, figyelj, mert az, egy, az... egyrészt bőve. én a, 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 a kortás balett fellegvárából jövök, az Elvinéliből. De igen. aki viszont. És itt kalimpáltunk, érted? Igen. Meg a segünket ráztuk. Tehát ez mi? Tehát ez vicc. Jó volt, mert, mert egy kicsit nevetséges volt, meg utaztam, meg elfelejtettem azt, hogy én, én tényleg kortás táncos akartam mm. lenni, meg azt, hogy hol voltam, érted a rep, meg a mindennek a felegvárás egyszer csak zú. És akkor ez kihozott, ez a kis limonádé ebből. Tehát sokáig nem lehet csinálni. Heti háromszor utaztam a világon, mindenhova küldték, a jegyet mentem. Jó volt, mert írogattam a dalszövegeim, mert rengeteg dalszöveget Tehát írtam. Tehát időd volt rá. Ildön volt, ja. egyedül ültem a szállodai szobában, megint kaviár, megint megyünk, és top of the pops, meg mit tudom megint ízét, cofok, megint, egy idő után így, így nagyon, nagyon, nagyon magányos volt ez az egész, meg sehol nem vezet. Érted, az egész. Viszont nagyon sok akkor rengeteg dalszöveget írtam, meg, meg, meg dalötletet, meg rappet. És amikor hazajöttem, és elkezdtem az egyetemet, akkor mondtam az öcsémnek, aki egyébként mellette végig izé, elvégezte el, 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 el a kőbányát, őnek volt egy jazzzenek, meg egy alterzenek, mondom, na, én egy, egész ideig táncoltam és reppeltem, te meg izé, te meg a alter, alter osztál, meg jazzeltél, mondom, tegyük össze a, a, a dolgainkat is, ebből lett a Red Chili Peppers. <laughs> ne ha, sajnos. Ma majd, nem, <laughs> majdnem, de? Majdnem. majdnem, de egy ilyen olyan zenekar lett, aki, rockalapokkal játszott tulajdonképpen hip-hop -hip dolgokat, és akkor repeltem eleinte is, és, és tudom, egyébként Red is játszottunk. De egyébként a, a, lehet, hogy rosszul, javíts ki, nem így van, de, de ugye a, például az álmatlan, ahogy hogy rob, robbant egyet, uh -huh. utána picit elkopott az, az egyveleg, ez a reppelek, tehát ez a nagyon reppelek majd angol, ugye ilyen, uh -huh szöveg is van mellette, és, és tehát kicsit ut utána azért így alakult át, ami, ami valójában ti vagytok. nagyon nagy keresésben voltunk, ugye elindultunk ebből a nagyon sokféle... Még azért zárójelben, hogy akkor ez volt az era. Tehát, hogy, hogy, hogy azért, azért volt, volt ez a ez a ma magyarul éneklek és, vagy bármit csinálok, majd egy angol refrén. Tehát, hogy az igen, egy, igen ez akkor volt még a kor, úgy, igen. igen. akkor még úgy arra felé egy kicsit úgy tapogatóztak, hogy minden nem lett teljesen angol. Igen. És, meg és meg, e meg kellett felelni a piacnak is. Hogy igen, van, hogy igen akkor hogy... nem volt azért ez a nagy, nagy ön, önmegvalósítás, nem volt egy olyan, hogy ezt szeretik az emberek, ezt kell hát meg lemezkiadók voltak. Persze. Tehát, hogy be kellett kopogtatni, mert egyébként te nem tudtad föltenni az ilyen kis cuccodat, mint ahogy most. Hogy még igen. három akkordot nem tudsz játszani, és már izé, YouTube-sztár vagy. Tehát, ugye hát akkor... az, az megint a másik véglet, igen. Hála az Istennek vannak olyanok, akik ugye tök tehetségek, és akkor utána az internet felemeli őket, igen. ugye. Igen. Lett hogy... egy lett Justin Bieberünk az internet miatt. A, akit egyébként lehet a, a végletekig fikázni, szerintem egy borzalmasan tehetséges gyerek. Aha, az és az ö... Igen. beszélsz. Igen. Agen. Zseni, Zseni a csávó. Múltkor hallottam, hogy angol számát, és nem hittem el, hogy magyar. Hát mi? én kezdjük ott, a... hogy nekem nekem ugye mutatták, mert uh, fiatalabb uh, srácokat dolgozok együtt, és uh, ők mutatták, hogy van ez az azeri és akkor van egy ilyen vicces videó egy ilyen kreténről, aki ordibál, és akkor bele volt vágva az egyik videója, most nyilván nem Aha. mondjuk ki elejét, hogy bár a nevét, bár nincsen azért tízezeres megtekintésünk, de melyik fejjebb. A, a ganx azori szokott ezzel érni a produkció nélküli produkció, de hey. hogy belevágta az azeri ugye az egyik dal, dalának az elejébe és uh, mondtam, hogy jó, ki ez az, az az a rígás. mondták, hogy ja, hát vágod a tojtojós gyerek, mondom, nem tudom, nem, nem nézek ne. Ja, ja, nem vágod, kurva jobb az egész. És akkor az egyik, egyik egy címbalán, a, a Norbi, akit innen üdvözlünk, ő, ő, mutatta, hogy ja, ő amúgy széthallgatja, és hogy ez. És ő betette az angol Na, lemezét. Ne, ne, ne. Na nekem az, az így oké Nagy volt, hogy ah, mondom, ez tök jó, tök jó. Nem, 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 én vagyok, tehát nem kezdem Igen, el hallgatni, Igen. de tudod, én az a kategóriai ember vagyok, akinek, hogyha mutatsz, nem tudom, egy, egy bármit, ami, ami Egy Ed, síren magasság Egy síren. Hát, és az, az a, az ebben, e, Igen, ebben nem kötök bele, mert ez, ez tényleg így van, hogy, hogy bárhol a helyét. Igen. És akkor tudod, így mondtam, hogy mondom, jó, és hogy van úgy így honnan, és hogy amúgy, amúgy magyar a gyerek. Igen, magyar a gyerek. Igen. Tehát, hogy így, így, így nem, nem, Én fel, hol futottam bele? Kampuszon, két hmm. évvel ezelőtt. Ott játszott a nagy címpa, hogy mi, hol megy a sok nép, mi is akkor játszottunk, és akkor nem, menjünk már, nézzünk, van kis izé. Hát oda megy a, a sok nép, az Igen, biztos, oda sok nép, és akkor még, még az, az első koncertje volt. És ja, akkor van valami arab nevű gyerek, nézzük meg ezt a kis gyereket, hogy mi ez, és oda mentünk, és... És nagyon érdekes volt, hogy tök tisztán énekeltek, és hogy, hogy hangszeresen, hangszerre játszottak, tehát ez már nagyon pozitív volt. És akkor a bella a bella csa. Mondom, hogy ez mi? Hallod? Tehát ezt, ez, ez, ez konkrétan egy Dél-Amerika csegevára, stb. És akkor ez, hogy jön ide, meg miért, miért mindenki ezt? De volt valami olyan elementáris erő a, a gyerekből, meg hihetetlen tecsi mondom, ez, ez valami. Meg van ez a videó, neked láttad, amikor a, a szikorának játszák le, azt hiszem talán az utcán zenél valahol? Nem. És a szikorának lejátszák, hogy ah. mit szólsz ehhez. Igen. És ő full bemondja, hogy azt sem tudom, hogy ki ez. Igen. De ebből a gyerekből már lesz valami nyes nyers, ős tehetség. És de jó. Ugye, hogy amikor azt ő neki mutatták, uh -huh. és te hogy nem ismeri, mert, mert annyit néz tévét, mint én vagy te, uh -huh. hogy akkor ő már ilyen stadionokat töltött meg. Szí. Tehát ő ak akkor uh -huh. már Magyarországon a uh -huh. az előadó volt. Én féltem így, egy kicsit a gyereket különben. Féltem, mert így... Tehát úgy félek, hogy ki fog égni. Mert hova tovább érted? Két év alatt elért mindent. Féltem én is egyébként. Én akkor nem kezdtem el félteni, amikor láttam, hogy egy lesz európai turnéja. Igen, Mindig van hova tovább, és azért ne felejtsük hogy van egy Amerika. Tudod, milyen pofon lesz az európai turné? Nem hiszem. Gondolod? Hát figyelj, az Ariel nem nem játszott még 1500 ember alatt bele fog menni ezekbe a klubokba, ahol 50-en lesznek. De ott klubokba fogsz elérni? Aha. Igen. Uh -huh. Egyébként humoristáknál lehet lemérni, és amerikai uh -huh. humoristáknál, akik, akik nagyon uh, nagyon fent vannak, hogy ők direkt visszamennek. De Igen. Dave Chappelle, ő, ő direkt visszamegy klubokba. Uh -huh. Uh -huh. Mert... Uh, az nyelsebb, az igazi, Tehát, hogyha ott valamit szarul csinálsz, az akkor az, az kiütközik. Mert a stadionban el sem látsz oda, hogy lásd a fanyarú pofákat, esetleg valami szar a, a klubban, Igen. az ott van előtted, és ott akkor alakítani kell Lehet, hogy neki is jót fog tenni. Képzeltem, mi is megtartottuk a klubokat. Uh -huh. Tehát össze-meg a klubozunk. Ez úgy néz ki, hogy konkrétan nem keresünk egy büdös tehát, hogy beszállunk a buszba, ugyanúgy visszük a krút, tehát, hogy vannak a ródok, vannak a technikusaink, vannak. Ez hány fő körülbelül, amivel ti mozogtok együtt? Hát két, egy, egy busszal megyünk, meg egy, egy autóval, az autó a Nyugger ott, megy, ott megy az ott az út közben a alvás megy. Mert... Igen, és nem, nem beszélünk hogy mindenki zenét hallgat, mindenki is, laptopozik, mit tudom, és csöndben vagyunk. Itt ott a, ott a, a zenekar öt, öten vagyunk, és abból három ott megy. A basszusgitárosunk, a billentyűsünk is öcsém. És van a, van a roadboardé, az pedig a turnébusz, és a dobos, meg én ott megyünk, és ott van mindig két, két ród, a hangtechnikus, meg a, meg hogyha van, van vízusunk, de általában a klubban nincs, de van vízusunk, ő is, meg a sofőr. És akkor a, így megyünk egy, egy minibusszal meg és ott, akkor ott nálunk megy az ivászat, meg a karaoke, meg a, meg a reppelés, meg amit tudom én minden. És ilyen válogatott kurva jó technikus ró, ródjaink vannak, tehát ők majdnem mind zenészek. Uh -huh. tehát, van a Partos Bence, ő biztos ismered, a, ő a Live Life Hard nevű metal zenekarnak most a Pantera előtt játszottak. Ha én nem is, de a feleségemet megkérdezünk, hogy miről van szó. sokkal, metal, sokkal keményebb zenét hallgat, mint én, és Ez biztos, tudja, És ő az, az egyik technikusunk, és akkor ő is freestyle rappelni szokott, stb. És na, hogy, hogy, így megyünk le, és, és tulajdonképpen a klubbulik, azok arról szólnak, hogy, hogy lemegyünk, kifizetjük a, a normál gázsiát a krónak, amit tudom én 150 200 ezer forintra rúg, meg a, ugye a benziköltséggel mindenne, és általában a klubokban ott, ott, ott nagyon örülünk, hogyha ugye leveszi a menedzsment, meg a meg a, a, a munkáltatónk a saját kis százalékát, és akkor volt olyan klubban, 132, forintot kerestünk. Micsoda? <laughs> per, fő, igen. Ez, de ezt nem azért csinálják. Tehát, hogy ez, ez olyan szinten életben, a, jó van, ahol kapunk egy 20-ast fejekét, vagy 30, az már nagyon jó. a klubba. És még úgy, hogy vannak támogatások is, és akkor támogatás van valamelyik klubba, vagy az előzenek a rom támogatás behúz, akkor meg kapunk 50 ezer forintot, érted? És akkor jó. jó de hogy ezt, ezt, ezt tényleg azért csináljuk, mert az annyira nyers, az a, annyira őszinte rakendó, amikor egy, egy budinyi helységbe ép, é, öltözik át az előző, akkor meg te is, és akkor egymás lábán tiprottok, de a viszki kóla mindenki ott szorongatja, és nézitek egymást, is mentek föl, és az arcodban van a közönség, és, és ki kell menni, mit tudom én, az ivon kívülre, is pisilni, és a többi. Tehát, hogy az, az, az annyira, annyira a magyar realitásban, meg a, meg a rock and tart minket, hogy, hogy ott csiszolódik is mindent, az, uh -huh. új számokat rögtön csiszoljuk, melyik esik ki, melyik jön be, feldolgozások, régi számok, stb nagy kedvencek, azt játszunk, amit akarunk. Az a közönség jön ránk, aki minket akar hallgatni. Tehát ugye a fesztivál az a második legjobb hely, mert ugye ott zene szerető emberek vannak, de ott, ott lehet. Tudod, igen, lehet, ott hogy... új emberek is új vannak emberek, meg titeket. Oda És akkor a falunap, városnap az meg egy ilyen nagy király katonától, egy szembász, egy tömeggel, akinek 90 ánkül lövése nincs se arokról, se rólad. Meg hogy hol van arról. Igen, se... meg igen. hogy hol van, mert ingyenes igen. rendezvény, és akkor nyer meg őket. Azt is egy GVM koncerten. Igen, általában a karamelt várják, meg valami barbi babákat, akik nem mi vagyunk. És viszont azt meg kell nyerni. No, no oda, oda, addig le nem jövünk, amíg meg nem nyernik az utolsó fogatlan mamát is. Tehát, Amint hogy te csak az... jó humorista lennél. igen. Aha, mert konkrétan amiket elmondasz egyébként, az, hogy, 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 klubban ilyen érzés, ott ilyen érzés, itt verbóvás, stb. meg őket meg kell nyerni. Konkrétan egyébként egy humoristának azért ezen alapszik, amit elmondtál, hogy, hogy kis, kis klub, ott vannak benne az arcodban, full leköpnek, hogyha, hogyha nem tetszik. Van ember, akit meg kell nyerni, van, aki azért van ott, mert ott akar lenni, van, aki a azt tudja, hogy ki vagy, és hogy... Igen. igen. De egyébként nagyon, 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 tök jól ütközik a, a kettő. Szoktam ugye, mindig, az, nagyon sokat pofázok koncerteken, és a zenekarom addig imprózik. És van, amikor meg egy jó jókedvem van, akkor meg, meg ilyen stand up -olok. Tehát, hogy konkrétan elkezdem az a népet. Én... Ezt így magamtól nem tudnám, csak akkor jön. <laughs> Én néztem vissza egyébként egy pár koncertfelvételt most az utóbbi időben, mert nyilván a, a, gyerekektől nem, nem a koncertre járás a, 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 a prioritás. prioritás, igen, de néztem egy párat, és tök, tök jó, ami, a, 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 amit így leírtál, hogy megy egy kis impró, stb. két szám között egy kis poénkodás, egy kis elmesélem a sztoriát a dalnak, stb. Én ezeket nagyon szeretem, én mindig szeretek mögé látni a, a zenének egyébként. Nem, rossz, nem tesz rosszat a számoknak se. Tehát a dobosom is mindig azt mondja, hogy nagyon szereti, hogyha be van, meg van ágyazva egy számnak. Uh -huh. És van amelyik szám, meg, hogyha nagyon hirtelen váltás van, akkor kell is. Tudod, mi ez már, mi szó, mi ez, milyen, hogy főleg egy ilyen fesztiválon, vagy egy, egy felunnapon városnapon el kell magyarázni, hogy mi az, hogy hangszer zene és uh -huh. az mér jó. Hát igen. És mikik vagyunk, mi az, hogy rock, és miért ilyen hangos, és miért üvöltünk, és miért ilyen nyers, és tudom, a következő számba, hú, a hadlása, a kezeket, ugye abban vannak azért elég durva dolog, és hú, ez egy romkodás, káromkodás, azért mehet, fogjátok be a gyerekek fülét, meg úgy tudom, én és azért megkímélem őket, hogy a legdurvább részt azért kihagyom, Végis csak ott a izé, lassan elkopnak le, legalább addig szeres, amíg. Igen. <laughs> Tehát az, 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 ugye, ezt az hogy kis hogy nem mondom, kifütyülöm magamat. De hogy, hogy tényleg, hogy így, így rá kell vezetni az embereket, hogy, hogy a rockzene az azért jó, mert leizzadt, az üvölthetsz, büdös lehetsz, fájdalmad van, örömed van, szexelhetsz, stb. És, ez, és fogatlan mama is, aki ott megitte már a sörét, meg minden, a végén érzi. Hát persze, mert ő nem. is volt fiatal, tehát hát egy az is öreg, rámozgott az Eddára. A hogy nem, én meg én nem is, is az, hanem mindenképpen benne van a, a, a roll, hogy úgy szétcsapná magát. Valahol a lázadás egyébként mindenképpen benne van. Hogy ne? Tehát főleg ugye, a, ugye, hogy belegondolunk, hogy minél rosszabb a, az életminőség, annál jobban jön elő benne az a lázadás. Hogy ne. Egyébként a, a felkészülésed, mint, mint perszóna, tehát hogy mint, mint uh -huh. ugye te, uh -huh. mint frontem, frontember, a falunap, meg a, a nagy, megkérdezett, mondjuk Budapest parkos na, de koncert, van bármi különbség egyébként? Tehát, hogy nehezebb összeszedned magad a, a, az egyikre, mint a másikra? Hú, hát ez inkább attól az, hogy, hogy mennyire aludtam, vagy mit tudom, épp a gyerekektől jövök, vagy mert gyerekekhez megyek haza, vagy, 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 vagy nem aludtam a három napja, ez, ez, attól nehezebb összeszedni magamat. Érdekes, mindig van egy ilyen, mint amikor a tenger visszahúzódik. Tehát a, az nap, amikor tudom, hogy koncert van, akkor pár órával előtte olyan, mint hogyha Esze, esze menten lennék. Tehát, mint hogy nem fog, fog, tudni fölmenni, mert a szervezetem elkezdi visszatartani az energiákat. Uh -huh. Hihetetlen egészen odáig, hogy, hogy, hogy az utolsó, mint a fél órában már az adrenalin jön. És akkor meg meglök, tudod. És akkor a színpadon meg robban az egész. És, és a, 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 az, hogy, hogy éppen melyik színpadra, melyik eseményre mit viszek föl magamból, tehát főleg az azt szokták kérdezni, hogy a kül külső, vagy a küllem, vagy amit tudom én, az, az, milyen, azt meg nagyon, nagyon random. Tehát rengeteg tudtot viszek most például, amivel úgy megnézem, hol vagyunk, kik vannak, milyen a helyzet, mi, mi, mi én milyen, mibe vagyok, tehát, hogy milyen hangulatban vagyok, és annak beölt, ennek a keresztmetszetének beöltözök. Aha. Tehát azt alátámasztom. Éppen, hogy lehet, hogy, hogy, hogy egy elkép, elkép, elképesztően elkesedett időszakomban vagyok, és akkor nincs kedvem szépnek öltözni. Akkor, akkor tudom, én fejemre öntök művért, de akkor azért, azért nem olyan gáz, mert hogy nagyon indokoltnak tűnik az elme állapotom miatt, ami csillog a szemembe. Érted? Amikor így szétcseszném a világot, már annyira kétségbe esett vagyok, stb. azért kapcsolatom szétment, stb. Meg voltak azért a két gyerekszülés körül is azért problémák, meg, előtte is volt, hogy elveszítettünk babát, és nőként olyan jó volt, hogy fölmehettem oda, és, tudod, azt az elképesztő keserűséget, amit éreztem, meg azt a fájdalmat, azt kívülthettem. és, akkor, és akkor senki nem kérdőjeleztem meg, hogy miért téped szét magadat, vagy miért, miért van mindenhol rajta, hogy miért vért a fejedre, hogy úgy, 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 úgy igaznak tűnt, hogy ennek a csajnak ezt kell csinálni, és valami van benne, amit ott csinál, amit én is érzek, mert nekem is van ilyen, nem ez a probléma, de hasonló jellegű mélységű, és, és ú, önteném a fejemre. Tehát, hogy, 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 mindig az, az van bennem, hogy, hogy valamit, ami nekem jó, vagy probléma, vagy érdekes, vagy mit tudom, én azt elmondom, elüvöltöm, megmondom, eléneklem, és ezek a dalok meg nagyon, nagyon képlékenyek arra, hogy mindig máshogy éld meg egy Márti Dalának mindig másra kezdjétek el élni. Néha ki, kétségbe esett, hogy Covid alatt. Gyerekek, lehet, hogy ez az utolsó koncertünk, Főjel, csináld már, éjjé, éjjé, én is, izé. vagy hogy jó, az utolsó, utoljára énekelhetem ezt el, akit ugye vége a világnak, vagy valami. Vagy, vagy itt érted, hogy amikor nagyon jó időszak volt, akkor meg hú, hallod, rockstarok, vagy nézd a parkot, simi, azt a mennyien vannak, mindenki üvölt, a csajok vetköznek, csináljátok, legyetek rockstar, kezdjetek el élni, akkor meg úgy tehát tehát uh -huh. egymillió formája van, és mindig azt mondom, mindenkinek, aki zenélni ezt, hogy, hogy ha te nem tudod ö, fölkrenkolni magad a színpadon, és nem nyered meg magadat, aztán a zenekarodat, utána a közönséget, akkor, akkor ezt meg tudod csinálni ötször, tízszer, ha haknivá válik, akkor ki fogsz élni, és akkor, akkor a, az, amit ad, a, a zenélés, vagy a színpadon levés, ami egy gyógyító dolog magadnak, meg szórakoztatás, akkor az meghal. Tehát, hogy meg kell csinálni meg kell csinálni, meg kell halni, meg kell, ki kell nyomni a tubusba az össze, addig nem jössz le, amíg meg nem szerezted a népeket. Magad, hát. először magadat. Tehát, hogy, 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 hogy rock. fölmész, és addig az első számba, addig krenkolom magam, amíg rockstar nem leszek. Elhiszem. És rockstar vagy akárhol a búzi, rock, a roxi. A Hát a az első dal alatt. Igen. Azt szoktam alkalmazni a régebben, főleg, hogy akkor még valami maszkba vagyok. Tehát, ha valami Aha. van a fejemben, vagy be van csukva a szemem, és akkor befelé tudok figyelni. Wuh, 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 wuh. És tudod, ez a két kávé is segít. És rögtön föl, és akkor megyek rögtön a öcsémhez, nézek a szemébe, wuh, wuh, wuh. ott is egy kicsit, hátul minden, jön a zenekarom, már uh -huh. de tehát ők is olyanok, hogy... Mindenki emelkedik veled, e, és igen, utána egyet, igen. nagyot robban az egész. És hát most már vagyunk abban a helyzetben, hogy az első öt sor, mondjuk ilyen törzsrajongó, és ők meg hanem hogy csinálom akkor azért is. Azért, tehát, igen. hogy jönnek, és már bevet bevett szokásaik vannak, van, amelyik számban vetkőznek, van, googolnak, van, üvöltenek, van, van, sikítanak, de már részni. Tudják, a szöveget lehet róluk olvasni, szájról, hogyha nem befelejtem a saját szövegemet. És akkor ők, ők, megcsinálják a bulinak a másik részét. És akkor akik úgy összegyűltek, azok látják, hogy jó, hát itt ezek, ezt csinálják, akkor az lehet. Hm. Egy nagy cunami. De ez nagyon hangzik. És ez nagyon jó végszó is. Na. Anna. Legyetek rockstarok. <laughs> <laughs> Kérlek, mondd el, hogy mi történik veletek uh -huh. mostanában, hol lehet elérni, hogyha valaki szeretne, szeretné, uh -huh. hol lehet tájékozódni arról, mi történik pontosan veled, vagy a, a zenekar? zenekarra. Hát az ez, ez a... helyzett, hogy jövőre 20 éves a zenekar. 20 éve zenélünk. 20 éve és hát imádjuk az a helyzet, hogy, és egyre jobbak vagyunk, a, az a baj, <gül> <gül> hogy, hogy egyre, egyre jobban éneklek, egyre jobb, a szövegeket írok, egyre jobb, egyre jobb hangszereink vannak, egyre jobb hangszeres tudásunk, tehát hogy, hogy, úgy nagyon nincs terve, hogy abba vagyunk, mert nagyon jó szórakozunk. Ne is, kérlek. Nagyon-nagyon jó szórakozunk, és, és hát megünnepeljük ezt az egészet. Egyrészt egy színházi túrnival, másrészt meg egy ilyen összefoglalásával annak, ami az elmúlt húsz évünk volt úgy külsőleg, mint belsőleg, csak egy ilyen egészen más köntösbe fölhozva. Ez lesz a jövő, a 20. éves dolog. És másrészt pedig egy másik vonalon is elindultam, a zenekar mellett, az pedig ugye a fesztiválnak a megmentése, uh -huh. a HelóGor fesztivál, ezt átköltöztetjük a Pilisbe, Pilis Áj, lesz a neve. És nem csak fesztivál, hanem egy olyan közösségi teret szeretnénk ott létrehozni, ami akusztikus zenének, előadásoknak, erdei jóvi, iskola, gasztronómiai kutakodások, spirituális, tudományos előadásoknak a sokassága, jóga, meditáció, stb. Egy, egy, egy ilyen közösségi tér lenne itt a Pilisben. És ezen dolgozunk most rengeteg emberrel. Egyébként az Azaria az management vagyunk mi is, ő, ők a Super management, uh -huh. náluk vagyunk mi is, és uh, ha mind, nem, nem, biztos még, de, de már megkörnékeztem őket, hogy csinálják együtt, mert ők is ilyenbe gondolkoznak. Tehát, hogy lesz egy ilyen nagyon pestközelí közeli fesztivál helyszín, ahol, ahol, ezt, ezt megcsináljuk, és áthozunk a fesztivált oda, és ez egy 365 napos dolog lesz nyáron nyilván a fesztiválok, és a télen pedig ezek a, ezek a nagyon izgalmas programok. És uh, építkezők, hmm. <laughs> mikor, 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 hanem ez a világ legrosszabb pillanata. <laughs> Igen. Ebből készül egy vlog-sorozat, szeptember óta forgatjuk, és most kezdtük el összevágni, és ez segíteni fog a következő generációknak telefonból megnézni, hogy hogy néz ki egy építkezés. Megy, mi, mennyi idő, hogyan, mi kell hozzá, mi a sorrendje, fogalmam nem volt, tehát kínai volt, és én most tanulom, és ebből összevágunk egy nagyon szórakoztató jellegű vlog-sorozatot és az a házik, az a bunker, ami épül, ott pedig öt különböző helyszín lesz, ahol itt lehet gasztrovlogot, zené zenés beszélgetős blogot, akusztik koncertet, és még a nagy tervem, hogy, hogy egy hír, hírblokkot fogok csinálni, ami csak pozitív hírekből fog állni. Ja. A világ összes, öt perc, csak öt nap, napi öt perc. Erre szüksége magam. van, Egy ilyen anti, antibiotikum, tudod, hogy be akarod venni, mert hogy mi minden jó is van a világban, erről. Mert van. Egyébként hát ez Tehát elején elkezdtük ezt a nagy húj, hogy az állatok, meg mit tudom én, csak vissza akarok kanyarul, és ez nem szép vége szép lesz. Szép keretes lesz, igen. Hogy, hogy, hogy igen, ott nagyon nyomoztó volt az eleje, hogy itt mind meg fogunk halni, meg minden. Amit tapasztalok, és én ilyen napi négy-öt óra podcastot nézek angolul és ez mind a tudományvilágából, kvantumfizika, fizika, matematika, stb., hát. hogy eszméletlen, hogy, hogy most a spiritualitás és a tudománynak az összegzéséből, hogy milyen elképesztő világnak a kapujában állunk, de most, és nem 200 év múlva, 5 millió év múlva, hanem nem ez olyan eszméletlen gyorsan, és ez történik gyorsabban, mint a lehet, lehetne a, ezt gondolni, és hihetetlen végletek és távlatok is kerülnek közénk, nagyon közel hozzánk. A, 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 tudományba és a technikába is, csak nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy úgy, úgy, mint amikor a... Mindent helyesen kell használni. Ez, 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 igen. Pam. Ez, <laughs> az utolsó, ez. De tök jó, hogy mondod hogy ezt a tudomány, pam. Véletlen volt. Hanem, hogy, tényleg, mint az Versz. internet, most, hogy, hogy, nem kell a Virgin meg a sztorba menni és megvenni, minden ott van, és hogy te döntöd el, hogy mi ez nyúlsz hozzá. De ez ugyanúgy, mint egy egyszerű kés, vagy egy fegyver, vagy igen. egy zene, vagy egy Igen. Lehet rosszra, meg lehet jóra használni. Igen. Végtelen tárház, Igen. és te döntöd el, hogy mi ez nyúlsz, és ott van ott van a szebb világ is. Igen. És ott van a tudománynak a pozitív oldal, és a tudománynak a negatív oldal. és a politika pozitív. És a kaja negatív. Van. Őrültve, és, és tényleg most az individu most nem a pápa fogja mondani, nem az Orbán Viktor, nem, hanem mindenki választott. Így van. Szabadon. És ez egy nagyon jó hír, meg egy nagyon veszélyes hír. Választatok jó. Hogy eljöttél. Egy év után végre. Ja, igen, ez jó. két gyerekes, két gyerekes szülőknek nehéz egyszerűen nézni meg. Megcsináltuk. megcsináltuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.